hogyha megfigyeljük a vegák vagy vegetáriánusok között, bizonyos dolgokat muszáj kiegészítő formájából pótolniuk, mert hogy a növényekben jelenlévő forma vagy nem aktív, vagy kevésbé hasznosul, vagy nincsen meg kellő mennyiségben. Köszi szépen, hogy elfogadtad a meghívást. Hát én köszönöm a lehetőséget. Mielőtt nekifognánk a beszélgetésnek, van egy életrajz, amit el fogok rólad olvasni, hogy egy kicsit az, aki még nem ismer, az ismerjen meg, és akkor nekifogunk a borítéknak a témáinak. Jó. Okay. Részedről is rendben van. 1994. július 31-én született Székelyudvarhelyen, 8. osztályig az Orbán Balázsban, majd 9-12-ben a Tamási Áron iskolában járt matek infószakon. A sport mindig is jelen volt az életében, 10 évig focizott, de az idő teltével megelégelte a csapatsportot. Édesapjával a családi házuk alaksorában alakította ki közösen egy kis edzőtermet, innen indult a testépítés iránti szeretete. Reál beállítottságúnak tartja magát, minden az átláthatóság, a precizitás és a számok, ennek ellenére a sport és a testépítés szeretete miatt a táplálkozás tudománya fele vette az irányt, már 10. osztályban eldöntötte, hogy ebből is fog megélni. Az érettségi után a Vásárhelyi Orvosi Egyetemre iratkozott dietetika szakra. Miután az egyetemet befejezte, Budapestre utazott, a nagyvárosi lét mellett a sport volt az indok, hisz világhírű edzőtermekbe akart edzeni és készülni a testépítő versenyekre. 2017-ben költöztek haza Székelyudvarhelyre az akkori barátnőjével, ma már feleségével, Henivel, azóta 2 gyereke született, van egy kisfia és egy kislánya is. Hazaköltözése óta a sport csak a 3. helyen van az életében, megelőzi ezt az apa szerepe és a vállalkozása. Hazaköltözésük után indította vállalkozását, egy webshopot, közben edzőként is dolgozott. 2020-ban nyitotta első üzletét, a Fit & Healthy-t Udvarhelyen, ekkor az idő hiányában abbahagyta az edzői szakmát, azóta is hiányolja, reméli egyszer majd újra lesz rá lehetősége és ideje. Folyamatosan képzi magát, kutat és olvas, hisz azt vallja, csak akkor lehet sikeres valaki, ha napi szinten van az új információkkal, trendekkel, kutatási eredményekkel. Legjobb eredményei közé sorolja. 2016-ban magyar junior országos bajnok, világbajnokság 2. hely, illetve 2017-ben világbajnokság 4. hely. Napjainkban is hetente 4-5 alkalommal edz, de a versenyszintet még pihenteti. Ott van viszont a szikra még a fejében, hogy a csillagok, ha úgy állnak össze, leakasztja póznadrágát a szegről, beleszagol a barnítókrémbe és újra reflektorfénybe áll. Lassan. Ez te vagy? Ez én vagyok. Magamra ismertem is. Hát igen, az sok mindent tudsz rólam. Nem titok amúgy, hogy nyilván te is segítettél ebbe. Beszéljünk akkor itt a végéről, hogy mikor tervezed ezt, már van amúgy a fejedben valami olyan dátum, vagy olyan időszak, amikor ezt úgy előről kezdenéd, vagy egyelőre még csak tervezed? Mondok ezzel egy érdekes sztorit, mert volt egy terv, az pont 2000, vagy 20, vagy 21 volt, amikor eldöntöttem, hogy akkor én most itt visszatérek, lejáratom a kihagyásomat. Igazából én azért fejeztem be a 2017-ben a versenyzést, mert 2017 volt az utolsó junior évem, tehát addig tudtam versenyezni juniorként. És akkor én úgy voltam, hogy a junior éveket kimaxolom, felnőtt leszek 35 évesen is, 40 évesen is, és akkor ott van időm felnőttként versenyezni, de többet fiatal nem leszek, tehát visszafele nem forog az idő. Úgyhogy ezért hagytam abba a 17-ben a junior versenyzésemet. És akkor telt az idő, eltelt 2-3 év, és akkor 20-ban, 21-ben jött az ihlet, na én most akkor visszatérek, és ennek a motivációja az volt, hogy Bukarestben szervezték meg a VB-t. Tehát ez akkor így felspanolt, hogy mindig magyarként versenyeztem, magyar színekbe, felspanolt az, hogy kimegyek Magyarországra, kvalifikálok a VB-re, és Bukarestben elindulok Romániában magyarként. Ez egy nagyon-nagyon nagy motivációt adott. Covid szólt közbe, tehát minden versenyt lefújtak, még a kvalifikációs versenyek is elmaradtak, a VB is elmaradt, akkor csúsztatások voltak, stb. Úgyhogy igazából jó volt az, hogy nem tettem bele azt a sok energiát, pénzt. Nem is tudtál neki fogni a készülésnek? Vagy nem, mert szerencsére időben megtudtam, de viszont voltak olyanok sajnos, akik mondjuk verseny előtt 1-2 héttel tudták meg azt, hogy a verseny elmaradt. Azt képzeld el, hogy annak azért milyen szívás az, hogy beletesz 20-37 kemény, precíz edzést, kemény, precíz táplálkozást,
idejét nem sajnálva, pénzét nem sajnálva, energiáját nem sajnálva, ez rengeteg sok lemondásról szól, beleteszi 20-30 héten keresztül, és akkor amikor a színpadra kéne állni, akkor két héttel előtte kiderül, hogy hát bocs, ez elmaradt. Na úgyhogy én szerencsére időben megtudtam, tehát amikor ráléptem volna a keményebb fázisra a felkészülésnek, akkor már megtudtam, hogy valószínűleg ezek a, tehát a szövetség, ez a szövetségem múlt, időben jelezték, hogy a versenyek el fognak maradni, úgyhogy én nem volt az, hogy potyára vagy fölöslegesen tettem volna bele ebbe időt, energiát. Kérdésedre visszatérve, nem tudok pontos választ adni arra, hogy mikor fogok újra versenyre készülni. Most még 30 évesen vagyok, 29 vagyok. Egészen 40 éves koromig a felnőtt korosztályban tudok versenyezni testépítésben, 40 fölött kezdődnek a Masters kategóriák. Addig úgy gondolom, hogy időm van, viszont nem akarok úgy versenyre készülni, hogy valami egyébről le kellene mondjak. Tehát ahhoz, hogy ténylegesen jól tudjak versenyre készülni, egyrészt nagyon sok idő ráfordítás kell. Tehát a minőségi alapanyagokat be kell szerezni, azokat napi szinten frissen el kell készíteni, tehát maga ez már csak annyi idő ráfordítás. Nem elég a heti 4-5 edzés, ahogy olvastad, hogy most kb. Annyi van, hanem ott az edzés szám azért elég drasztikusan szokott emelkedni a felkészülési fázisban. Ezeket, hogy tudjam biztosítani, valahonnan el kell vegyek. Vagy kevesebbet kell dolgozzak, vagy kevesebb idő jut a családomra. A családomról nem szeretnék elvenni, tehát a munkából fogok elvenni. Ha kevesebbet dolgozok jelenleg, akkor kevesebb lesz a bevételem is. Tehát kell egy olyan alapot generáljak most jelenleg, amit akkor nem fogok esetleg megérezni. Úgyhogy ezt remélem, hogy egy-két éven belül elérek arra a szintre, hogy akkor újra tudok csak a családnak, csak az edzésre fókuszálni, és akkor harmadik helyre kerül a vállalkozás, ami jó esetben akkor már ugyanazt a teljesítményt fogja tudni nyújtani, csak kevesebb idő ráfordítással az én részemről. Mondjam azt, hogy automatizálni szeretném ezt a folyamatot, és akkor úgyhogy ez, amikor sikerül, akkor újra szeretnék versenyezni. De amit megkíván a versenysport az, hogy bevásároljál, elkészíts a kajádat, kimérjed gramra pontosan, akár napi két edzést megcsináljál, ez rengeteg időt elvesz, és akkor kevesebb idő jut ugye a többi dolgokra. Gondolom akkor, hogy fejlődjön a cég, az most az első számú. Az most az első számú, így van szempont, mert ezt csak akkor tudom megvalósítani, mert nem szeretnék a családomtól időt elvenni. Mondhatnám azt, hogy most is viszonylag azért ott a közöben állok, tehát amennyire tudok, fordítok rájuk időt, de viszont ha ennél kevesebb időt, még több, tehát még jobban elveszem, akkor valamit ki kell hagynom az életemből. A sportot semmiképpen sem szeretném, tehát 4 alkalommal muszáj egy órát, másfél órát szálljak magamra. Ez az egyik. A vállalkozás ahhoz, hogy minden guruljon úgy, ahogy kell guruljon, ahhoz viszont szintén időt kell rászállni. Úgyhogy most egy olyan helyzetben vagyok, hogy bárhonnan is elvennék, akkor azt megérezném nagyon. Úgyhogy fogjuk mind a kettő témát még érinteni úgy a borítékok kapcsán, azért ugye annyit elárulhatok, hogy mind a két téma még valamilyen formában így szerepel. Csak erre voltam kíváncsi, hogy egyébként van-e már a fejedben egy konkrét dátum. Konkrét dátum nincsen, de viszont megint jöhet egy ilyen valami, ami így elindít, hogy kapok egy olyan információt, egy olyan hírt. Tehát azt tudni kell, hogy én az utolsó éveimben már csak az IMBA-nál versenyeztem, ez az International Natural Bodybuilding Association, tehát ez egy doping vizsgálatokkal rendelkező testépítő szövetség, mert hogy én ezt vallom, tehát hogy én olyan versenyzőkkel akarok versenyezni, akik ténylegesen bizonyítottan tesztekkel is tudják bizonyítani, hogy doping szerek, tiltott szerek használata nélkül készülnek fel az adott versenyre, és ő és a versenyzők nagy részét tesztelik is, sőt ez az IMBA olyan szigorúan veszi ezeket a szabályzásokat, hogy bizonyos nemzeteknél, például a magyaroknál is, még hazugság, tehát poligráfos hazugságvizsgáló tesztet is elvégeznek bizonyos személyeknél. Úgyhogy tényleg azon kívül, hogy vizeletvizsgálat, esetleg vérvizsgálat, még a poligráf is szerepel az ők listájukon, úgyhogy tényleg komolyan veszik azt, hogy próbálják kiszűrni azokat a sportolókat, akik csalni szeretnének. Ezért én továbbra is náluk akarok versenyezni, és hogyha jön egy olyan hír, hogy egy olyan nagy versenyt, például Magyarország már többször rendezett EB-t, most is jönne egy valami olyan hír, hogy Románia, Magyarország elérhető közelségben szervez egy EB-t, egy VB-t, egy valami hasonló nagy kaliberű versenyt, elindíthatja a fejembe a szikrát, hogy akkor ezt azért érdemes lenne megfogni, érdemes lenne megcélozni. Biztos, hogy nagy változások kellenének az életembe, edzés terén, táplálkozás terén szintén, és az egész napjaimnak az elosztását, meg a rendezését át kellene írjam, tehát felborulna minden, mert ahogy mondtam, most gyakorlatilag az edzéseim, meg a táplálkozásom az nem prioritás, valahol harmadik helyen szerepel, ezt az egészet meg kellene fordítani,
és a családom is el kellene tudja fogadni azt, hogy, hogy akkor ott mind, tehát a táplálkozás és az edzés előtérbe kerül. Uh-huh. És nem jelenti azt, hogy a sport lesz fontosabb számomra, csak egyszerűen versenysportot csak úgy lehet csinálni, vagyis az én meggondolásom az, hogy csak úgy tudom csinálni jól, hogyha beleadok mindent. Uh-huh. Akkor érdemes elmenni a versenyre. Egyébként, hogy megértsék a nézők, hallgatók is, hogy pontosan ez, hogy naturál, értettem, amit mondtál, arra kell gondolni, hogy mondjuk, hogyha besétál valaki egy táplálékkiegészítős boltba, akkor ott minden olyan, ami doping vizsgálaton elmenne. Tehát, hogy azok egyébként beletartoznak az, hogy fehérjék, különböző vitaminok, stb. Tehát ezek okésak. Így egyébként van, tehát... hol tudják akkor azokat a cuccokat beszerezni, egy barátom kérdezi. Jó, tehát ez biztos, hogy sokan kérdezik tőled, de nem is ez a lényeg, hogy tényleg, hogy egyébként akkor hogy kell elképzelni azt a másik féle testépítést, ahol már olyan szereket is használnak, amit egyébként nem kaphatnak meg az emberek egy táplálékkiegészítő boltban. Jó, hát először is azt osztatnám el, azt a közhiedelem ellentét, hogy minden sportban, minden élsportban dopingot van. Még a sakkolók is dopingolnak. Tehát, hogy ez érdekes, hogy statisztika alapján azt hiszi az átlagember, hogy egy testépítő, aki hatalmas nagy izomtömeggel, hatalmas nagy izomszárazsággal, szeparátsággal rendelkezik, ő használja az egyik legtöbb doppingszert, egyáltalán nincsenek az élen. Tehát például a kerékpárosok és az úszók jóval nagyobb mennyiségű doppingszert használnak statisztikák alapján, úgyhogy nem csak a testépítő doppingol, igazából mindenki doppingol, és van egy jó mondás, mindenki addig naturál, amíg nem produkált pozitív tesztet. Amikor már van egy pozitív tesztet, akkor már nem vagy naturál. Na most a lényeg az, hogy ezeknek a nagy többségét fekete piacon szerzik be, az, hogy honnan, milyen körülmények között, milyen tisztaságú, ezek gyógyszerek, tehát ezek gyógyszerkészítmények, anabolikus szteroidok, tesztoszteron készítmények, peptidek, különböző hormonok, stb. Nem is értek ehhez a részéhez annyira, mert hogy soha nem használtam, és soha nem is szeretném használni ezt a részét. Miben különbözik? Az, hogy ezeknek a szeretnek a használata a 70-80%-uk az injekció formájában történik, tehát ezeket beinjekciózzák maguknak. Léteznek szemes készítmények is, amik hasonlóképpen, mint egy gyógyszer, úgy néz ki, és akkor azokat használják a sportolók. A naturálságon belül is meghatározunk amúgy érdekes dolgokat, mert hogy a testépítésen belül azt mondja például a jelenálló szövetség is, az INBA is, hogy az a sportoló, aki már 5 éve, talán azt hiszem 5 évet mondanak, 5 éve nem használ doppingszert, az már naturálnak minősül, mert annyi idő alatt annyira kimennek ezek a hatanyagok, ugye mindennek van egy felezési ideje, és annyi idő eltelik, hogy gyakorlatilag az 5 évvel ezelőtt bevett szerek már nem fejtik ki a hatásukat. Viszont létezik a lifestyle naturál, ami én is vagyok, aki soha életében semmilyen tiltott szert nem használt. Uh-huh. És akkor ugye van a nemzetközi WADA lista, aki ellenőrzi a különböző sportágakban a doppingszerek használatát, és akkor ami a WADA listán szerepel, akkor azok a készítmények tiltottak. Uh-huh. Az, ha most éppen arra tesztelnek egy adott szemét, vizeletből, vérből, akkor az kijöhet pozitívnak. Ugye nagyon sokszor itt szokott lenni az elcsúszás, hogy olyan étrend kiegészítőt használ az adott egyén, ami nem felel meg a kritériumoknak, és esetleg a jobb cél érdekében, a jobb remény érdekében az a kiegészítő gyártó belecsempész valamit. Uh-huh. És akkor igazából az a sportoló le tud produkálni a doping teszten úgy egy pozitív eredményt, hogy nem önszántából doppingolt, hanem a gyártó tett bele valami olyan dolgot, aminek semmi keresnivalója az étrendkiegészítő piacon, hanem az egy doppingszer volt. Ezért nagyon fontos, hogy tényleg megbízható dopping ellenőrző gyártótól vásároljanak, főleg az élsportolóik rendszeresen tesztelve vannak, mert soha nem tudhatja azt, hogy mi van mellette benne, tehát hogy megbízik-e a terméknek a címkéjében, hogy tényleg az lesz benne, ami fel van tüntetve. Meg nyilván gondolom olyan dolgokat raknak bele, amitől az edzésen sokkal jobban telik a dolog, és akkor így azt gondolják, hogy jó, hát akkor ezt kell vásárolni, közben meg nem is tudják, hogy tiltott szerekhez nyújt. A leggyakrabban használt doppingszerek azok azt az eredményt próbálják segíteni, vagy előrevinni, hogy az adott egyén is robbanékonyabb legyen, gyorsabb legyen, nagyobb legyen az izomtömege, vagy esetleg fogyni tudjon. Tehát ezek a leggyakoribb szerek. És akkor pont az ilyen termékekbe teszik bele. Amit edzés előtt megiszol, megeszel, és hú, de milyen jó teljesítményt tudsz nyújtani, de hogy még erősebb legyen, mert erre nagyon sok jótékony hatóanyag, aminósav, készítmény, növényi kivonat van, amik működnek tényleg és hatásosak,
de a még jobb eredmény érdekében a gyártó beletehet valami olyant, ami már nem legális. És ez ugye nem lesz feltüntetve a termék címkéjén, mert ha fel lenne, akkor az adott élsportoló nem használná. Uh-huh. Nincs feltüntetve, esetleg benne van a sportolót éppenséggel, tesztelik, és akkor kijöhet egy pozitív eredmény. És akkor utána ő már magyarázkodhat, hogy hát de én nem használtam, és soha nem használtam semmit, én hű vagyok, én tiszta vagyok. Az eredmény nem ezt mutatja. És az eredmény nem ezt mutatja, akkor gyakorlatilag úgy bukott le, hogy ő ezt tényleg tudat alatt használt ezt a terméket. Ugorjunk egy kicsit vissza az időbe, én már személyesen is egy pár szó beszéltem veled, hogy emlékszem akkor ott a gyerekkorunkban, hogy egyébként tényleg egy tehetséges focistának is számítottál, sok helyről vissza lehetett ezt hallani, hogy képzeljetek neked akár egy olyan jövőt is ott abban a sportban. Itt inkább azt emelném ki, hogy tehát te jegyezted meg azt a gondolatot, hogy a maga a csapatsportból lett talán eleget, hogyha nem tudom, ez egy túlszási. Az érdekelne, hogy pontosan mi volt a gondod azzal, hogy ez egy csapatsport, illetve mondjuk mi az az egy-két nagyobb különbség, ami egy ilyen saját, külön, egyedülálló sport, illetve csapatsport között? Igazából két fő gondolat van ezzel a csapatsporttal kapcsolatosan. Az egyik az edzések. Tehát a legtöbb edzésünk az arról szólt, hogy kaptunk egy labdát, vagy kettőt, vagy többet, és gyakorlatilag semmi taktikai része nem volt, semmilyen, nem tudtunk fejlődni, ugyanazt csináltuk, mint meccsen, fociztunk. Tehát két csapatot, néha rúgtunk szabadrugásokat, passzolgattunk, valami nagyon alap dolgok, de tényleg annyira alap, meg annyira minimális volt ez a része, hogy én azt láttam, hogy egyről a kettőre nincsen fejlődés, és nem volt meg az, hogy akkor külön valaki foglalkozzon mondjuk külön a kapussal, külön valaki foglalkozzon a taktikai részével, tehát gyakorlatilag semmi nem volt. Jött egy labda, és fociztunk egymás ellen. Így nem lehetett egyről a kettőre haladni, úgyhogy ez a része az volt, hogy ez nem volt számomra sokáig így fenntartható, hogy ugyanazt csináljuk edzéseken, mint a meccsen, és focizunk, de nem jönnek az eredmények, nem haladunk egyről a kettőre, úgyhogy ez számomra nagyon demotiváló volt. A másik, mi történt hétköznap? Hétköznap jártunk edzésekre, és általában hétvégén voltak a meccsek. Vagy szombat, vagy vasárnap, vagy annyis volt, amikor mind a ketten, de hétvégére estek ugye a legtöbbször a meccsek. Hát amikor elkezdtünk kicsit nagyobbak lenni, és elkezdtünk tinédzserek lenni, és elkezdett a társaságnak nagy része bulizni, járni, akkor volt olyan, amikor a busz népének a fele, amikor mentünk valahova egy másik városba focizni, akkor az egyik fele az akkor jött ki a dzsungelből, vagy valamilyen egyéb szórakozó helyről, és akkor úgy kellett őket összeszedni, vagy várni rájuk, és akkor nem tudsz utána néhány órán belül te ott teljesíteni, hogyha nem pihentél eleget, nem kajáltál eleget, akkor másnap nem lehet. És a foci az, nagy pályás foci az 11 emberen múlik, nem egy emberen. Hogyha a csapatnak a fele ilyen állapotban volt, nem tudom, hogy ott ittak, nem ittak, mit fogyasztottak, de lehettek ők éppen másnaposak is, stb. Akkor mit várunk el? És akkor jöttek azok, hogy hát nem az az eredmény, nem tudunk, nem futunk. 3-4-5 ember a másik 11 emberrel szemben nem tud mit kezdeni. Úgyhogy ez a kettő számomra így lassan-lassan ez így őrlődött bennem, és akkor mondtam, hogy én akarok valamit váltani. Ez volt a két fő ok. Tehát az egyik az, hogy az edzések nem voltak olyan minőségűek, azt láttam, hogy ezekkel az edzésekkel nem lehet fejlődni, nem tudunk fejlődni, és a másik az, hogy amikor 11 emberből csak 3-4-5 ilyen állapotban jött a mérkőzésekre, akkor ott azt láttam szintén, hogy a másik 11, hogyha jól felkészült, pihent előtte, 8-9 órát aludt, megvolt a tápanyag ellátottsága, akkor mi ellenük nem leszünk képesek nyerni. Úgyhogy az a maradék 7-8 ember kiköphette a tüdejét, és azon a meccsen úgy se tudtuk megfordítani. Azt azért jó, hogy kiemeltük, hogy ugye itt igazából nem a sporttal volt gond, és nem azzal az elmélettel, hogy csapatsport, hanem azzal, hogy ott akkor ilyen körülmények között ez nem volt fenntartható. Mert egyébként látjuk, hogy ezt profi szinten egyébként pont ettől szép, hogy mennyire odafigyelnek az egyénekre, a pozíciókra, most már főleg, hogy elkezdtek ugye foglalkozni azért eléggé a pszichés részével is, nem csak a fizikai részével, úgyhogy... Igen, tehát amúgy a foci most is közel áll hozzám, tehát most is szeretnék focizni, ritkán focizok, de hogy magam, mint sport, én a mai napig szeretem, imádom, de tehát nem maga a focival, nem maga, mint a sporttal volt a problémám, hanem azzal, hogy én egy ilyen maximalista beállítottságú ember vagyok, és nem szeretek leállni egy adott szinten, egy adott helyben, hanem szeretnék egyről a kettőre lépni. Lépcsőfokokat meglépni, néha az ember visszafele is lépik egyet-kettőt, de akkor utána próbálok egyet megint fölfele elindulni, és itt azt éreztem, hogy
vagy állok egy adott helybe, vagy egy picit visszalépek, vagy megint lépek egyet előre, de ugyanarra a szintre érek csak, és nem jutok feljebb. És ezért is volt, jött el az életemben az a pillanat, amikor egy idő után a minifoci a sokkal közel, tehát a teremfoci sokkal közelebb állt hozzám, sokkal jobban szerettem. Ott csak 4-5 emberen múlott az egész, ugye, és ott valahogy ott igazából ott éreztem azt, hogy ez közelebb áll hozzám, jobban tudok benne teljesíteni, és ezt is szerettem. Nagypályás focitól picit ugye eltávolodtam, de viszont az akkori időben ez a kettő együtt járt, tehát kellett erre is menni, kellett arra is menni, és akkor igazából az, hogy elkezdtem mellette edzeni, amúgy a csapattal akkor már jártunk edzeni, tehát a sportcsarnokban is volt, van egy, vagy nem tudom, most megvan-e, de akkor volt egy kis edzőterem, és akkor oda bejártunk erősítésekre, viszont én azelőtt már edzettem otthon. Tehát akkor a kettő párhuzamosan indult, meg is akartam kérdezni, hogy ugye az életrajzi adatokból az kiderült, hogy édesapáddal kialakult otthon egy edzőterem, ha jól tudom, még sok olyan eszköz is volt közte, amit konkrétan ti csináltatok, így nem van. Is megvásároltatok. De visszaemlékszel egy olyan pillanatra, amikor kialakult benned azt, hogy te ezzel komolyan akarsz foglalkozni, vagy ez egy ilyen lassú lefolyású dolog volt, hogy ahogy tehetek, a hetek egyre komolyabb lett, vagy van egy olyan momentum az életedből, amikor azt mondtad, hogy na jó, akkor hónaptól ezt teljesen komolyan veszem. Ahogy elkezdtem a súlyzós edzéssel foglalkozni, nagyon tetszett. Nagyon bután csináltunk mindent, de nagyon tetszett az egész, az a feeling, és egy jó barátommal kezdtük el komolyabban csinálni együtt, aki tehát ilyen 8. nyara volt, én 8. osztályos voltam, és akkor a nyáron, amikor több időnk volt az iskola mellett, mindenhol ugye szünetek voltak, fociedzésen is csak heti egy volt, vagy kettő volt, vagy ott is szünet volt, és akkor több idő volt erre, és akkor edzettünk. Hát ugyanúgy, mint a többi diák, vagy a többi kisiskolás, akkor eljártunk focizni a haverokkal, bicikliztünk az úton, stb. De hogy mi azon kívül még lejártunk az edzőterembe is, azt, amit csináltunk édesapámmal, és ott volt néhány felszerelés, és ott elkezdtünk edzeni. És nekem az első pillanattól fogva nagyon megtetszett, és az erősített meg benne, hogy valamit azért csak jól csinálunk, vagy valami eredménye csak van, hogy amikor utána a foci csapattal is találkoztunk, és a foci csapattal is elkezdtük folytatni az edzéseket, abban az edzőteremben, ami van a sportcsarnokban, akkor én gyakorlatilag mindenkinél erősebb voltam. Hát a karizmaim erősebbek voltak, a lábizmaim erősebbek voltak, és úgy éreztem a különbséget, hogy hoppá, hát akkor valami azért csak van, annak ellenére, hogy én akkor azt hittem, hogy tényleg mindent jól csinálok, de hát na, akkor még annyi volt az eszem hozzá. Rögtön eldöntöttem, hogy én ezzel akarok foglalkozni, akár versenyszinten is ezzel akarok foglalkozni, de akkor még nehéz volt elhagyni a focit. Én már elhagytam volna legszívesebben, de viszont azért az edzők is ragaszkodtak hozzá. A szüleim is ragaszkodtak olyan szinten, hogy az a kicsi fiam 10 évig ezt csináltad, jó vagy benne, folytass, stb. Úgyhogy nehéz volt egy kicsit leépíteni. Talán ami még nekem egy picit segített, az az volt, hogy Achilles-hín gyulladásom volt mind a két lábamban, és a sarokcsontomnál lett, mind a két lábamon lett egy ilyen sarkantyú nevezetű kinövés, ami borzasztóan fájt, főleg amikor a focicipőt fel kellett húzni, és a focicipő sarkában lévő keményítő és rész, ezt a csontkinövést, ezt a sarkantyúnak nevezett kinövést, azt nyomta, és amikor másfél órán keresztül az ott nyomta, akkor egy bizonyos idő után olyan volt, hogy alig tudtam menni, nemhogy szaladni, tehát hogy borzasztó fájdalmat okozott ott nekem. Ezzel elmentem néhány ortopéd orvoshoz, és 2-3 doki is, mikor megnézte, akkor hát azt mondták, hogy ezt műteni lehet, szépen azonnal ki kell vágni, vagy az fő okozója az volt, hogy az Achilles-hín túl volt terhelve, hát heti 3-4 edzés, plusz még az, amit még mi csináltunk mellette, plusz még a hétvégi meccsek, igazából nem is csodálkozom, mellette egy helytelen táplálkozással, nulla étrend kiegészítéssel, amiket ugye már a versenysport önmagában megkívánna. Úgyhogy ez is egy ok volt, és akkor az egyik doki mondta azt, hogy jó eséllyel, hogyha abba hagyom ezt a szintű terhelést, akkor a gyulladás meg fog szűnni. Persze kaptam rá krémeket, kaptam rá gyulladáscsökkentőt, hosszú procedúra volt. Azt mondta, hogy az is elképzelhető, hogy megmarad ezen a szinten, vagy egy nagyon minimálisat fog visszább húzódni, ugye a gyulladás miatt, amikor ez lelohad, akkor egy picivel kisebb lesz. De ez annyira húzódott vissza nekem, nem műtötték meg, jelen állás szerint annyira húzódott vissza nekem, hogy 2-3 hónap múlva egy adott cipőmbe lyuk keletkezik ott a sarok résznél még mindig, de nem fáj.
Tehát az összes cipőm a jobb lábamon, jobb oldalon, egy picit így ícslégen, a saroknál ki van lyukadva. A szivacsos részt teljesen egy kör alakú lyuk keletkezik, annyira még mindig kiáll. Úgyhogy a szerencse az, hogy nem fáj. Tehát ez a jó megoldás. Nem akartam megműtetni, és akkor ez volt, ami egy picit segített nekem is, hogy akkor van még egy ok, mert azért mondom a fozitőn, szerettem, és a mai napig szeretem. Van még egy harmadik ok számomra is, a fájdalom, a gyulladás és a túlterheltség miatt. Van még egy ok, amire rá tudom fogni a szülőknél is, mert azért édesapám és édesanyám is ragaszkodtak, hogyha már ennyi ideig csináltam, és viszonylag jó vagyok benne, akkor nem kellene ezt elengedni. És az edzőknek is, akik szintén ragaszkodtak hozzám, hogy hát akkor ez plusz egy ok, amiért én azt tudom mondani, hogy én nem akarok járni többet edzésekre, meccsekre, és akkor úgy szépen lassan le tudtam építeni. De én nem éreztem szomorúságot emiatt. Sőt, én boldog voltam, mert tudtam, hogy egy olyan sportba kezdek bele, amiben akarok versenyezni, fiatal vagyok, jó tudok benne lenni, és igazából itt rajtam múlik csak. Nem számít az, hogyha Pityiri Parkó éppen a dzsungelből megy a foci meccsre, mert az én eredményemet nem fogja befolyásolni, úgyhogy ez a sport, ez csak rajtam fog múlni. Nézzük meg a borítékokat, mert lesz még erőszak. Jó, úgyhogy jó. Válasszak egyet, jobban tetszik. Olvassam fel, ami... Olvast fel, igen. Amit megbántam, az az, hogy... Mi jut erről eszedbe előre? Vagy sporttal kapcsolatosan, amit megbántam, vagy bármi? Mi jut eszedbe? Mi az, amit mondjuk másképp csinálnál? Most egyébként érdekes, hogy pont ez a téma után jött, mert megkérdezhetném, hogy megbántad, hogy abba hagytad, de egyértelműen érződik, hogy nem. Igen, nem. Én mondom, én boldogan hagytam abba a focit. Van ilyen, ami erről eszedbe jut? Talán, amit megbántam, az igazából a tanulásommal kapcsolatosan, amit megbántam, az az, hogy nem folytattam akkor ott a frissibe, melegibe az, hogy mondjuk menjek el egy mesterképzésre, esetleg utána doktorálnak is belőle. Úgy voltam vele, hogy az pont... Tehát én az egyetemi éveket végig versenyeztem. 3 éves volt akkor a dietetika, még csak most már 4. Mind a 3 évet, én az első évet is úgy mentem fel, hogy én versenyre készülök. Nem tudom, hogy milyen körülmények lesznek, mi lesz ott nekem, hogy tudom megoldani egyetem mellett a kajálásomat, hogy tudom megoldani a napi 2 edzést, de én versenyre fogok készülni. Ez majd egy érdekes téma, esetleg az egyetemi versenyzések, erről sok mindent tudok esélni majd, hogyha kitérünk rá. A lényeg az, hogy azt talán megbántam, hogy utána majd nem folytattam, de viszont amikor végeztem az egyetemmel 2016-ban, akkor volt még egy junior évem. És akkor én azt az egy junior évet akkor úgy akartam versenyre készülni, ahogy az önéletrajzomban is felolvastad, hogy nem egy udvarhelyi, vagy nem egy marosvásárhelyi középkategóriás edzőteremben, hanem végeztem az egyetemmel, nincs, ami ide szorítson engem, addig az egyetem ugye lekötött. Azt tudni kell, hogy utolsó előtti évben egy nyáron Erasmus ösztöndíjjal 2 vagy 3 hónapot töltöttem meg Budapesten. Az nagyon jó volt, mert kaptam pénzt az Erasmustól, és a Szent János Kórházba kaptam pozíciót, mint dietetikus, és akkor ott tanultam, gyakorlatoztunk, és gyakorlatilag a szállásom megvolt, 4 éméknél laktam, és kaptam pénzt, tehát az Erasmustól. Gyakorlatilag azt tudtam menni, amit akartam, dolgoztam napi 5-6 órát, mellette szabad voltam, és nem csináltam semmit, csak megvettem a kajámat, megfőztem, edzettem, csillogás, villogás volt, szuper volt, azt csináltam, amihez kedvem ma. Ott igazából megtetszett az nekem, hogy milyen lenne, hogyha itt tudnék ezekben az edzőtermekben felkészülni. És akkor ez volt az, hogy ahogy végeztem, én egyből elhúztam Budapestre, mert akartam ezekben az edzőtermekben ténylegesen készülni, nem 2-3 hónapot, hanem egy egész évet. Utolsó junior évben volt, megint meg akart. Én úgy mentem az utolsó junior évben meg ki, hogy 2016-ban ezüstérmes lettem. Ez is egy érdekes sztori, hogy lettem ezüstérmes, mert úgy lettem ezüstérmes, hogy aki megvert, egy szlovák srác, az nem is indulhatott volna junior korosztályban, de a junior korosztályt egy évvel kitolták akkor. Ezt nem mondom, hogy azért, mert ő el kellett induljon, de akkor történt egy változtatás a szabályzásban, és egy évvel meghosszabbították. Ha ő ne induljon, én belefértem volna, mert én egy évvel fiatalabb voltam tőle, akkor én indultam volna csak, és akkor én nyertem volna meg a VB-t. Pont akkor néhány héttel a verseny előtt egy évvel módosították a junior korhatárnak a limitjét, ez a srác el tudott indulni, és tényleg jobb volt, tehát ez nem kérdés, hogy ő kellett nyerjen. 16-ban
ez dühítő volt számomra, és akkor úgy az volt a fejemben csak, hogy jó lenne VB-t nyerni juniorban, több lehetőségem nem lesz. Nekem akkor még van egy évem, és akkor ez volt az, hogy abba hagytam az egyetemet, és elmentem Pestre. Nem foglalkoztam tanulással, csak nagyon minimális szinten jártam egy-két előadásra, azzal a mozgalmakkal, meg azzal a témákkal kapcsolatosan, amik engem érdekelnek, de nem jártam egyetemre, nem volt mellette semmi, dolgoztam. Dolgoztam, és a testépítésnek éltem maximálisan. És nagyon nehéz volt az, hogy egyetemistából lett egy felnőtt férfi, aki már magának kell megkeresse, megteremtse azt, amit el fog költeni. A versenysport az elég sok pénzt igényel, táplálkozás, kiegészítés téren is. Mellette dolgoztam a napi 10 órát körülbelül, és akkor a 10 óra mellett még maradjon elég időd enni, megkészíteni a kaját, aludni eleget, és napi 2 edzést megcsinálni. Úgyhogy nehéz volt. Visszatérve a borítékban található gondolathoz, talán ez, amit így megbántam, az, hogy akkor nem folytattam. Úgy voltam vele, hogy hát akármikor tudom folytatni maga azt, hogy mesterizzek. Nehéz azért, mert jöttek az életben más dolgok. Lett a család, lett az esküvő, jöttek a gyerekek. Most visszamenni mesterizni az úgy kicsit... Milyen okból gondolod azt, hogy egy mesteri vagy egy doktori végzettség szükséges lenne a mindennapjaihoz? Tehát te hova tudnád most felhasználni a jelenleg? Igazából. Nem gondolom azt, hogy szakmailag segítene, hanem inkább egy kicsit ilyen presztízs kérdés lenne, hogy ha mondjuk én elértem volna akár a doktori címet is, akkor jól néz neki a nevem előtt az, hogy doktor volt. Hitelesebb lennék, biztos. Még most se zárkozok el ettől teljesen. Megint az van, hogy mi lesz a fontosabb, milyen irányba halad az életem. De tényleg az van, hogy így 17 után nagyon sok minden történt. Ugye, hogy hazaköltöztem, lett az esküvő, utána jöttek szerre a gyerekek, közben volt egy Covid, közben üzletet nyitottunk. Tehát, hogy annyi minden történt, hogy nekem igazából nem lett volna lehetőségem, meg eszembe se jutott az, hogy én a mesterivel foglalkozzak. Én folyamatosan képeztem magam, és képzem magam, és járok tovább képzésekre, és most is éppen egyre be vagyok iratkozva, tehát hogy ez folyamatosan bennem van, és folyamatosan próbálom is ezt, hogy ne essek ki a szakmából, és ne essek ki a folyamatos tanulásból, viszont ez nem egy mesteri, és ebből nem lesz egy doktori cím esetleg majd utólag, hanem ezek különböző forrásokból összetett továbbképzések. És nem gondolom, hogy ez nekem tényleg szakmailag adna hozzá, hanem inkább a hitelességemen, inkább egy kicsit a presztízs kérdésen javítana, hogyha sikerült volna elérni azt, hogy doktoráljak ebből. Úgyhogy ez, amit így a szakmámmal kapcsolatosan így megbántam egy picit, de akkori fejemmel egyáltalán nem, mert tényleg az volt bennem, hogy junior év, és azt ki kell használni. Ha most akkor éppen én mesteriztem volna, akkor ugyanúgy készültem volna, mint az egyetemi évek alatt. Azok nem voltak optimális készülések. Meg fogjuk nézni. Húzzá egy következőt. Mit ajánlasz egy olyan személynek, aki életében először lépj át az edzőterem küszöbét és egyedül van? Ez egy nagyon jó kérdés, és igazából egyetlen egy dolgot ajánlok. Azt, hogy szakemberrel tanulja meg maga a gyakorlatok helyes kivitelezését, a légzés technikát, mert két szempontból is. Az egyik szempont az, hogy ne tegye tönkre magát. Amit fiatalon, vagy mindegy, hogy mikor lépj át az edzőterem küszöbét, hogyha valamik rosszul rögződnek be, akkor utána ezt már kijavítani elég nehéz. Ez ugye úgy szokott lenni, hasonló példa, mint aki egyedül már gyerekkorában tanítsák a szülők vezetni a kocsit, amikor már kicsit nagyobb lesz, és akkor utána beül az oktató mellé, és akkor azt rosszul csinálja, azért, mert rosszul rögződtek be a dolgok. Itt is, hogyha az a mozgás rosszul rögzül be, az a légzés technika rosszul rögzül be, utána kijavítani sokkal nehezebb, mint akinek egyből jól mutassák meg, és egyből jól sajátítsa el ezeket a mozgásokat. Ez az egyik. Tehát, hogy szakembert ebből a szempontból ajánlott keresni. A másik pedig az érdekes, amit most mondani fogok, az időspórlás. Tehát, ha nekem is lett volna egy olyan szakmai hátterem akkor, aki tényleg jól, hitelesen el tudta volna magyarázni az edzésnek a lényegét, a táplálkozásnak a lényegét, akkor én éveket spórolhattam volna. De viszont ez mivel nem volt meg,
Ezáltal én saját magamat kellett fejlesszem, edzés technikailag és táplálkozásilag is, hogy tényleg a fejlődés útjára álljak. Ha lett volna valaki, aki ezt nekem fél órában elmondja, akkor ott éveket tudtam volna megspórolni. Mert sokkal könnyebb egy olyan valakire hallgatni és megbízni vakon benne, aki tényleg már eredményt mutatott fel esetleg, vagy tényleg látszik rajta, vagy hiteles a szakmában, vagy tényleg ért hozzá. Fél órában elmondja, hogy hogy kell edzeni, milyen beosztás szerint, mit, hogy egyél, stb., akkor nem te kell saját magadon kitapasztaljad. Én meg pont ugye ebben a helyzetben voltam, hogy mit tudom, az első fél évet úgy edzettük, hogy csak mellesztünk, meg bicepsztünk, és azt minden nap. Tehát, hogy teljesen nem állja meg a helyét. Táplálkozásunk az edzés után sült szója volt. Tehát, hogy ilyeneket kajáltunk, nem volt ez teljes mértékben ugye optimális, de hogy egy kezdő így is fejlődik. Tehát egy fiatal szervezet és egy kezdő edzőterembe járó, az ettől is fejlődik, mert ez még mindig megkapja a stimulációt, megkapja a minimális tápanyagot és reagál rá. De a probléma az, hogy nem mindegy, hogy én A-ból B-be eljutottam 2 év alatt, ezt meg lehet tudom csinálni mondjuk 3 hónap alatt is. De mi van akkor? Itt jön az, hogy egy igazi szakember segítsége. De mi van akkor, hogyha visszatekintünk a mi 16 éves fiatal éveinkre, bemegyünk a terembe, nincs arra pénzünk, hogy személyedzőnk legyen, sportolni szeretnénk, mozogni szeretnénk, és lehet, hogyha még mondjuk divatosnak is tartsuk a sportot, de csak ennyi. Tehát, hogy tetszik az a mozgásforma, nincs pénzem edzőre, bemegyek, mit ajánlasz te annak a személynek, aki így betoppan oda? Milyen olyan apró trükkök, tippek vannak, amit mondjuk ezáltal valamilyen formában mégiscsak segíteni tudja őt? A mai világban szerintem azért ott tartunk, hogy az internetnek a segítségét ki kellene használni, tehát hogyha nincsen pénzünk rá, akkor ne élőben kérjünk segítséget, hanem digitális formában. YouTube-on ezért meg ezért videó van, ahol a gyakorlatokat bemutassák, különböző személyedzők angolul, magyarul, egyaránt, akinek az könnyebb, és akkor megmutassa, hogy hogyan enged le azt a rudat, hova enged le a rudat, milyen fogásszélességet használj, és gyakorlatilag egy adott gyakorlatról 5-10 percen keresztül egy szakember beszél, hogy az hogyan kell kivitelezni helyesen. Úgyhogy én mindenképpen ebben a sportban, de mindenben szerintem minden sportra igaz az, hogy amikor valaki kezdő is akkor kezdi el az adott sportot, akkor nem az a cél, hogy minél rövidebb időn belül minél nagyobbat fejlődjünk, hanem hogy ezt hosszú távon tudjuk csinálni. Ahhoz pedig az egészség megtartás, az izületeknek a védelme, az egészségünk megóvása, ez egy nagyon fontos és kiemelkedően fontos tényező, és ezt csak úgy lehet hosszú távon csinálni, hogyha óvjuk, védjük magunkat, és helyesen végezzük a gyakorlatokat. Úgyhogy ha valakinek tényleg egy diákról van szó, és nincsen pénze, csak éppen meg tudja venni a havi bérletet, akkor neki azt javaslom, hogy előtte állítson össze egy edzésprogramot, például egy YouTube videók segítségével, és azokat a gyakorlatokat, amik szerepelnek az ő edzésprogramjában, azokat mind nézze meg, hogy hogyan kell kivitelezni, meg ezért videó van a YouTube-on, hogy mire figyelj, mikor szívod a levegőt, mindig tartod benne, mikor fújod ki, és ezek mind részlet kérdések. Nagyon pici dolgoknak tűnnek, de annál fontosabbak. Uh-huh. Nézzük meg egy következő témát. Tovább kell gondolni az állati eredetű élelmiszerek fogalmát. Ez nem hiába van idézőjelben. Ez egy igen, ez Botricsi idézet. Ezt te írtad valahova, kíváncsi lennék, hogy ma mit gondolsz erről a mondatról, így ahogy visszaolvasod. Több gondolat is eszembe jut, és az egyik fő gondolat, ami a fejemben van, az pont egy olyan embernek a gondolata, akihez én most fogok menni tanulni Magyarországra, Budapestre, és ő teljesen a vega, meg a vegetáriánus táplálkozás ellen van, sőt, olyan kijelentései voltak, amik azért nagyon kivérték a biztosítékot néhány évvel ezelőtt, amikor azt mondta, hogy a vegetáriánus étrend az tudománytalan emberkísérlet. Na most, ezt valamilyen szinten én is vallom, mert hogy különböző ellen, most nem akarok nagyon ezt a harcot, vagy ezt az ellenállást
felállítani, vagy erősíteni a karnivor táplálkozás és a vega táplálkozás között. Én az én véleményemet mondom el, és azokat, amiket az évek alatt tapasztaltam, tanultam, vagy ezekkel kapcsolatosan kutatásokat olvastam. Szerintem az ember az mindenevő, és vannak olyan kulcsfontosságú alapanyagok, olyan kulcsfontosságú tápanyagok, amikre mi csak kizárólag állateretű termékekből tudunk hozzájutni. Ez nem jelenti azt, hogy kizárólag mondjuk marhabészint kell fogyasztani, vagy ezért kell az állatokat elpusztítani, hogy megegyük a húsát. Nagyon sok vega és vegetáriánus szerintem azért követi ezt a típusú étkezési mintát az állatok miatt. Tehát hogy nem szeretné, hogy ő miatta kelljen egy állat elpusztuljon. Na most erre van egy nagyon jó megoldás szerintem, az, hogyha valaki színhúsmentes vegetáriánus étkezést folytat, ami azt jelenti, hogy egy adott, mit adnak el a legtöbbet húsok közül, vágóhidakon, multikban? Hát a csirkének a mellét, a combját, esetleg a szárnyát. De a belsőség, mert nagyon kevesen veszik meg. A csirkelábat nagyon kevesen veszik meg. Különböző olyan részeit az állatnak, ami nem annyira népszerű, azt jóval kevesen veszik meg. És akkor az az adott állat, az már így is úgy is elpusztult, mert hogy kell a melle, kell a combja, kell a szárnya a nagy tömegnek, és akkor az a kicsi tömeg, aki esetleg színhúsmentes vegetáriánus táplálkozást folytatna, ezt tudná ezt valamilyen szinten kompenzálni. Tehát, mert hogy azokban is megtalálja azokat, amiket a húsokban is. Pontosan. És, amit egy... és az érdekesség az, hogy bizonyos szempontból még sokkal többet adna. Tehát a csirkemellben nem lesz kollagén, vagy nagyon minimális, elenyésző mennyiségű, míg egy csirkeláb az tele lesz kollagénnel, amire nagyon-nagyon fontos szerepe lenne a szervezetünkben, és hiány van az emberekben a kollagén bevitelében. A belsőségekben, a májban, a szívben, az úzában, azok tele vannak tápanyagokkal, mikrotápanyagokkal, A-vitaminnal, E-vitaminnal, D-vitaminnal, vassal, stb. Csirkemellben, csirkecomban alig van ezekből. Tehát, hogy a tápanyag sűrűsége jóval magasabb, és akkor ezt az egészet nem kellene az adott egyén úgy elkönyvelje, hogy akkor most miattam halt meg az az állat, mert én a mellét meg akarom menni, nem? Az állat az már meg volt halva, mert a piac ezt kívánja meg, viszont a többi része az ott marad, mert az nem kell meg senkinek. És hogyha ezek az emberek azt a részét kezdenék feldolgozni, enni, táplálékul fogyasztani, amit amúgy a nagy többség nem fogyaszt, akkor ezt az egészet tudnák valamilyen szinten kompenzálni. Úgyhogy a kérdésre visszatérve, én azt vallom, hogy az embernek, az ember szervezetének szüksége van állatéletű termékre, de nem csak a színhúsra gondolok itt, hanem hogy a táplálkozásunk tartalmazzon állateretű termékeket. Hogyha megfigyeljük a vegák vagy vegetáriánusok között, bizonyos dolgokat muszáj kiegészítő formájából pótolniuk, mert hogy a növényekben jelenlévő forma vagy nem aktív, vagy kevésbé hasznosul, vagy nincsen meg kellő mennyiségben. Hozhatnánk fel példákat, de ilyen például a vas is, tehát vagy ilyen például akár a kálcium is. Vagy a B12 vitamin, ami nagyon gyakori a vegetáriánus étkezésben, hogy deficit hiány állapot alakul. Egyébként nagyon sok helyen azt lehet olvasni, hogy főleg inkább ezzel a B-vitaminos témával példázódnak. Komolyabbaknak mondott tanulmányok szerint azért nem csak ez a B12 van, hanem vannak mások is. Vannak mások is, igen. És erre nagyon jó statisztikákat meg képeket lehet összehasonlítani. Hát ami ide szorosan összekapcsolódik, az és talán az egyik legkiemelkedőbb az a vas. És érdekes, mert ha összehasonlítjunk gazdag vasforrású növényeket, egy gazdag vasforrás, vagy csak egy közepes vasforrású állatéletű termékkel, akkor ledöbbenünk, hogy mennyivel több és jobb minőségű vas van az állatéletű termékekben, mint mondjuk egy vasban gazdag élelmiszernek titulált spenótban például, vagy egy áfonyában. Azt is érdemes itt kihangsúlyozni és kiemelni, hogy a vasnak több formája létezik a természetben. Létezik a hemvas, az a számunkra kedvező, az, ami jól hasznosul, és ez csak és kizárólag állateretű termékben található meg. Legkiemelkedő forrása az állati máj. Míg mi van elterjedve a közhiedelemben? Az, hogy ha vashiányos vagy, vérszegény vagy esetleg, vagy csak nő vagy és
az aktív éveidben jársz és rendszeresen menstruálsz és próbálod pótolni a vasat, mert hogy egy nőnek azért nagyobb a vasigénye, akkor egyél gyakran spenótot, egyél gyakran, mit tudom én, fekete ribizlit, vagy fekete ribizli szőrpőt, vagy áfonyát, abból alig fog felszívódni a vas, szinte egyáltalán nem, mert hogy az nem hem kötésben, tehát nem hem állt vasat tartalmaz, hogy ezek van bennük, tény, csak nem hasznosul. Tehát éppen alig hasznosul. C-vitamin jelenlétében át fog alakulni a számunkra hasznos hem formává, de viszont ez az átalakítás hosszadalmas folyamat, C-vitamint igényel, és alig fog felszívódni belőle valami. Míg az állati formák, például a tojássárgában lévő vas, vagy egy jó vörös húsban, például egy borjúhúsban lévő vas, vagy mondom az állati májakban lévő vas, ezek kiválóan hasznosulnak, és nagyon nagy mennyiség van bennük. És csak egy másik példát hoztam a B12 kívül a vasot, ami szintén ennyire fontos lenne, és nem csak nőnek, férfiaknak egyaránt, sportolóknak szintén a hemoglobin miatt, az oxigén szállítás miatt szintén egy fontos elem. Beszéljünk kicsit konkrétabb dolgokról. Mondjuk azt, hogy tudjuk, hogy mi a húsfogyasztás, oké, okay, tekintsünk el amellett, hogy hamburger, tekintsünk el amellett, hogy csirkemell, tekintsünk el amellett, hogy csirkecom, meg mit tudom én, tekintsünk el a steak mellett is. Mondjál 5 olyan hús, vagy ennek a valamilyen származékát, vagy másodlagos formáját, most értsd ez alatt a belsőségeket például, igen, amit a mi fejünkben nem egy egész értékű húsnak felel meg, hanem csak egy valami szemét, amit félre kellene hesegetni. Nevezzél meg 5 olyan húsféle dolgot, amit egy embernek mondjuk egy héten legalább egyszer fogyasztania kellene. Mi az a top 5 ilyen? És most nyilván nevedd bele az előzőeket, hogy hamburger, pogácsa, meg csirkemell. Tehát akkor én mindenképpen javasolnék heti egyszeri alkalommal belsőség fogyasztását. Itt legyen konkrétan a máj, mert az az egyik leggazdagabb. De viszont a májjal azért kell vigyázni, mert az könnyen túladagolható az A-vitamin tartalma. Tehát borzasztóan nagyon gazdag a máj A-vitaminban, és emiatt egy átlagos felnőtt testsúlyú embernek 20 dekánál többet nem javasolt fogyasztani per hét. Tehát egy olyan 20 deka állati máj, ez mindenképpen első helyre tenném. Hogyha ide a hús kategóriába belevehetem a halakat is, akkor mindenképpen kiemelném egy tengeri, zsíros húsú hal, mint például a lazac, makréla, szardinának a fogyasztása, szintén egy ilyen 20-25 dekás per heti dózisban. Egyrészt, hogy az omega-3 zsírsav tartalma miatt tudjuk azt, hogy itt azért a... Hát nem éppen egy mediterrán étrendet élünk, és akkor az omega-3 bevitel az viszonylag szegényes, úgyhogy heti szinten javaslom a máj mellett a zsíros húsú tengeri halak fogyasztását is. Továbbá, hogyha folytatni kellene egy fontossági sorrendben a sort, akkor én olyan állathúsát javasolnám, ami egyrészt nem csontszáraz, tehát nem egy csirke, merre gondolok, és másrészt legeltetett állat. Tehát jöhet itt mondjuk egy marha, egy legeltetett marha húsa, mert hogy azok a bizonyos elemzések szerint, amikor a húst eszed, tehát nem csak a húst eszed, hanem eszel valamennyi mennyiséget a zsírjából is. Ez lehet, hogy maga a hús egy picit zsírosabb, vagy hozzá kerül az elkészítés során, de a lényeg az, hogy nem csak a húsát eszed meg, hanem egy picit a zsírjából is eszel. Például ilyen a csirkecomb is, az már egy picit zsírosabb, de hogyha mondjuk egy marháról beszélünk, akkor ott is egy alapból egy picivel zsírosabb lesz, és bekerül a táplálkozásodba. Miért fontos a legeltetett állat? Azért, mert a zsírban, ezekben a zsírokban is lehet omega-3, és lehet omega-6, és nem mindegy, hogy az adott állat mit evett, mivel táplálták, és azt mutatják ezek az elemzések, hogy mint például a sertés hús, ami hát csúnyán hangzik, de moslékot eszik, és rengeteg sok gabonát, meg egyéb terméket is, ezeknek a zsírjában rengeteg lesz az omega-6. Amit tudunk, hogy nekünk már alapból túl sok. Ez, ha túltoljuk, akkor gyulladásokat kelthet a szervezetben, és nem lesz jó ez a zsírsav profilja a húsnak és a zsírnak egyaránt, úgyhogy a legeltetett az mindenképpen fontos. Úgyhogy én hetente javasolnám azt, hogy borjúhús, esetleg legeltetett marhahús fogyasztása. Hogyha ezt az ötfélét minden nap 20 dekát egyik hétfőn, 20 dekát a másikból, kedden, harmadikból is 20 dekát, így szépen így mindenki ezt így elosztaná,
akkor nagyon jól ki lehetne azt hozni, hogy minden napra ez a 20 dekás mennyiség egy 40-50 grammos fehérje mennyiséget biztosítson, ami egy átlagos felnőtt számára már a napi szükség lett, attól testsúly szerint, de már a felét legalább biztosítaná. És mai nap, tehát a napjainkban az egy jelentős probléma az, hogy az emberek nem esznek kellő mennyiségű fehérjét, még az átlag emberek sem, mert a táplálkozásunk szénhidrátban gazdag inkább. De erről majd egy kicsit később beszélgetünk. Negyedik kategóriában mondanám a ennél már, tehát a marhánál vagy a burinál zsírosabb forrást, de viszont kiváló zsírral rendelkező forrást, a bárányt. És a számunkra szintén elérhető, és szintén szabad tartású. És ötödiknek, mivel székelyek vagyunk, és azért a sertéshús szeretjük, mangalica. Tehát nem a sima sertés, mangalica, mert szintén az a fő különbség, hogy kicsit, hogyha a húsát meg a zsírsavját tanulmányozzuk, akkor sokkal egészségesebb, meg sokkal jobb kategóriába esik. Én a szárnyasok fogyasztását az ipari tartásnak köszönhetően annyira nem javaslom, de hogyha valakinek sikerülne, vagy sikerül háztáit beszerezni, akkor vagy a mangalicát, vagy egy háztáji csirkét fogyasztanék ott az ötödiknek. Nagyon nagy marketinget meg trendet építettek az elmúlt években arra, hogy szuperfoodok, fogyasszunk szuperfoodokat, és akkor mindent elmondanak szuperfoodnak. Egyszer kezdték az algákkal, különböző algák, milyen jó szuperfoodok, akkor az áfonya lett szuperfood, akkor a gozsi bogyóról derült ki, hogy szuperfood, de a kiamag vagy a csiamag is ugye milyen jó szuperfood, és ha ennek 100 g-os mennyiségét összehasonlítjuk 100 g-májjal, hogy mit tartalmaz 100 g csiamag, vagy 100 g kelkáposzta, vagy 100 g gozsibogyó, összehasonlítsuk, hogy mit tartalmaz 100 g marhamáj, akkor meglepődünk. Tehát gyakorlatilag nem lesz olyan, amiben nem lesz gazdagabb mikrotápanyag szempontjából. Az az igazi superfood. Csak ez hát ez nem lesz népszerű. Nem fognak belőle cégek meggazdagodni, nem fognak belőle hatalmas nagy profitot eladni, tehát hogy ez nem jó, nem népszerű, nem marketinges, és ezeket sokan nem is szeretik a mai modern világban. Ugye itt jönnek ilyen dolgok közbe, hogy a régi ember az, hogyha egy állatot levágott, ő tartotta, ő nevelte fel, levágta, az teljesen elfogyasztotta. Tehát minden részét, minden porcikáját, órától a farkáig. A mai modern ember nem tart állatot, nem növeli fel az állatot, hanem elmegy a henteshez, vagy elmegy a multiba, és megveszi az adott állatnak egy részét. Megveszi a sertésnek a bélszínjét, vagy a combját, vagy elmegy és megveszi a csirkének a mellét, vagy a combját. Csak egy részét fogja enni. És az az érdekes, hogy mi az adott állatnak, a húsának és a különböző részeinek teljesen más lesz az állaga, más lesz az íze, más lesz a zsírsav profilja, és más lesz az aminósav profilja is. Tehát így mindig ugyanazokhoz jutunk hozzá, még másokhoz nem jutunk hozzá. De aki megette a teljes állatot egészében elfogyasztotta, az minden különböző zsírsav forrásokhoz, különböző aminósav forrásokhoz jutott hozzá. Úgyhogy ez azt is okozza, hogy bizonyos aminósavakból, bizonyos zsírokból túl sokat juttatunk be, mert mindig azt tesszük, és bizonyos aminósavakból, bizonyos típusú fehérjékből, és bizonyos típusú ásványi anyagokból meg túl keveset. Tehát valaminek a hiányát érezzük, másnak megmondhatnám azt, hogy a túladagolását érezzük. Úgyhogy ezen kellene szerintem javítani, hogy ezt az arányt, ezt egy picit visszafele is lőni, és erre nagyon-nagyon jó ez a színhúsmentes vegetarianizmus kifejezés, mert ők pont azokat kezdik el enni, amiket a nagy többség nem fogyaszt el. Nyilván rengeteg olyan téma eszembe jut, amit most még tovább lehetne folytatni, de azért nem tudunk egy dologba mindent belefértetni. Viszont azt még megkérdezném nagyon röviden, hogy mindenféle marketing eszközökkel kiütik a szemünket, mi bizonyos ilyen-olyan technikákkal, hogy ilyen sütő, hogy olyan pároló kutyafüle. Van arra valamilyen szerinted, hogy sütés, főzés, párolás az felsorolt húsok közötti, tehát hogy maga az elkészítési folyamatban, vagy nem látsz akkora értelmet erre energiát fektetni, hogy most inkább süssük, inkább pároljuk, inkább főzzük? De fontos dolog mindenképpen, még az is, hogy miből van az adott edény, tehát hogy milyen anyagból készült, mert hogy ott különböző mérgező gázokat is tudunk belejuttatni,
vagy a tapadásmentes dolgok, amik egy idő után sajnos elkezdenek feljönni, azokról kiderült ugye, hogy eléggé mérgezőek, vagy akár rákkeltőek is lehetnek, úgyhogy ezért nem ajánlott, és a gyártók is figyelnek arra, és kihangsúlyozzák, hogy olyan lapáttal, vagy olyan eszközzel nyúljál bele azt a húst megforgatni, amivel nem okozol karcolást az adott felületen, mivel akkor ott már gázok keletkezhetnek, alapból is a magas hő miatt ott gázok jönnek fel, és ezek mérgezőek lehetnek. Sütés-főzéshez visszatérve, hát egyrészt ugye a húst, vagy a halat, vagy bármit, ha hozzáteszel készülni, azt akkor, ha sütöd, akkor azt nem csak úgy, legtöbbször nem csak úgy bedobod sütni, hanem teszel valami réteget, olajat, zsírt, vagy bármit, hogy az ne tapadjon oda. Itt nagyon fontos azt kiemelni, és talán az egyik legfontosabb lenne ezt kiemelni, hogy mindenképpen ez zsír kellene legyen. De mindegy, hogy milyen zsír. Nem mindegy, de jobb, mint az olaj. Mert az olajnak nagyon alacsony a hőbíró képessége, és nagyon könnyen rengeteg sok transzsír tud keletkezni, aminek a napi bevételi mennyisége olyannyira kevés, hogy ezt minden ember meghaladja, és az a mennyiség fölött, ilyen 1-2 gram fölött már igen erős karcinogén hatással rendelkezik. Ez az egyik. A másik, hogy a növényi olajak azok tele vannak szinten omega 6-tal, amiket mi nekünk pedig redukálni kellene, csökkenteni kellene a bevitelét. Az állati eredetű zsírok, vagy a növényi eredetű zsírok, tehát ami szobahőmérsékleten szilárd halmazállapotú, legyen ez például egy mangalica zsír, egy kacsa zsír, egy liba zsír, vagy egy kókusz zsír akár, ezek nem fognak tartalmazni olyan többszörösen telítetlen zsírsavakat, amik a hő hatására át tudnak alakulni transzsírrá, tehát sokkal jobb lesz a hőbíró képességük, és omega 6-ot is vagy nem fognak tartalmazni, vagy nagyon minimálisan fognak tartalmazni. Úgyhogy ez, ami egy kiemelkedően fontos elem így a sütésnél, főzésnél. Továbbá, ha javasolhatom, akkor én megint csak azt szoktam mondani, és nagyon sokszor példázatok azzal, hogy az őseink valamit jól csináltak. Ha tudatosan, akkor tudatosan, ha tudatalattiukban csinálták jól, akkor a tudatalattiukban csinálták jól, de jól csinálták. Például öntött érc edényeket használtak nagyon sokszor. Ezek kiválóak. Egyrészt gyakorlatilag egy életre szól, másrészt pedig nem a mód, tehát sokkal könnyebben oda tud benne sülni valami, vagy oda ugye teljesen másképp adja le a hőt, viszont mind a teflonos rétegekből kijövő magas hőhatására kitávozó gázok nem keletkeznek. Tehát ez mind jó. Az inox is egy jó kategória amúgy, tehát az inox edények. Menjünk tovább. Húzzak borítékot. Igen. A Covid időszakban én is belefutottam egy pár felesleges szócsatába. Hát nem hagyhattam ki, nyilván azért az, aki követ téged, az annak nem titok, hogy ott azért úgy látszott, hogy meg egyébként is jellemző volt az a világunkra, hogy azért ott egymásnak feszültek az emberek. Itt most nem is kell állást foglalni, nem is ez a kérdésem, hanem az, hogy látott-e egy utólag, hogy mennyire felesleges vitázni azokkal az emberekkel, akik mondjuk nem értenek egyet vele, vagy fordítva. Én azt gondolom, hogy a vitának annak van egy létjogosultsága, és ez nem feltétlenül kell legyen ordibálás, vagy kiabálás, vagy hangos vita, hanem eszmecsere. És nem kell ugyanúgy lássuk szerintem a világot, ahogy én látom, te láthatod teljesen más szemszögből. Persze, akik egy kicsit a témában jobban benne vannak, és a tudomány felülről próbálták ezt az egészet megközelíteni, ott a szakember és szakember között is kialakulhattak, vagy ki is alakultak eszmecserék, akár viták is egyértelműen. Én ezt mai napig nem látom amúgy feleslegesnek, mert hogy voltak dolgok, amikben engem erősítettek meg bizonyos dolgokban, de voltak emberek, akiket én erősítettem meg bizonyos dolgokban, azokkal a kiírásaimmal, azokkal a posztjaimmal, vagy azokkal a gondolatokkal, amiket én ott akkor abban az időszakban közzétettem. Hogyha így most így néhány év távlatából vissza kell gondolni arra az időszakra, akkor nekem mondhatom azt, hogy nekem a véleményem azóta se változott meg amúgy ezzel az egésszel kapcsolatosan, és hogyha most megnézek néhány elemzést, néhány kutatást, akkor valamilyen szinten én ebből az irányból, én ebből megerősítést kapok. Mert hogy azért a tudomány az elmúlt hónapokban foglalkozott ezzel a részével, és láttak napvilágot, érdekes dolgok. Most az, hogy ez
maga a kérdésre visszatérve, hogy ez tényleg felesleges volt-e vagy nem, én mondom, azért nem látom feleslegesnek, mert hogy vannak azok a viták között voltak olyan, lettek olyan kommentek, lettek olyan valamik, amiből én is tanultam, hasznot húztam, vagy utána néztem valaminek még jobban, valamiben megerősített, és ugyanúgy ez lehet, hogy az én kommentjeim között is, az én posztjaim között is voltak olyan gondolatok, amik kinyitották bizonyos embereknek a szemét, vagy csak az olvasók között, mert nagyon sok olyan volt, aki csak olvasgatott vagy informálódni járt, megerősítette, vagy akár eltántorította egy bizonyos dologtól. Úgyhogy én az egészséges vitát azt igenis hasznosnak tartom. Felmerült már a régebbi műsorokban is az, hogy valaki, aki ért valamihez és a szakmája, és mondjuk jártas egy bizonyos tudományba, az kellé kommunikáljon a külfele, vagy külvilág fele olyan nyelvezettel, amit ők is megértenek. Uh-huh. Mert azt már látjuk, és tényleg most már szinte minden műsorban témába jött az, hogy sokszor az a gond, hogy az átlagember valamit nem ért meg azon a nyelvezeten, ahol mondjuk kijön egy új tanulmány. Viszont vannak azok az emberek, akik ezt képesek lefordítani, és azt közölni az emberekhez. Így van. Te hogyan látod ezt? Mert ugye azt is tudjuk, hogy ennek viszont lehet egy hátránya is, hogy mi van, hogyha jön egy következő olyan, tudom is én, évtized, amikor valami nagyobb problémák lesznek, és azáltal ez egyre nagyobb szükség lenne a hiteles információra, de azt is tudjuk, hogy ez egyre nehezebben felelhető lesz. Hogy látod te, hogy kellene folyamatosan kommunikálni azoknak az embereknek, akik le tudják ezeket a nyelvezeteket fordítani, hogy megértessék az emberekkel? Tudna ez segíteni a sok tévhitnek a lerombolásába? Én azt gondolom, hogy itt mind a kettőnek megvan az előnyes a hátránya, és így, hogy te is mondtad, hogy lehetnek olyan időszakok tényleg. De viszont mi van most, hogyha van egy adott téma, amit elolvas egy szakember, ő ezt értelmezi, és azt mondja, hogy ő ezt nem adja tovább az átlagembernek, akkor ez megmarad az ő zsebébe. Van egy másik szakember, aki szintén ugyanígy hasonlóképpen értelmezi az adott témát, de ő azt mondja, hogy én ennek a spanomnak ezt elmondom. Akkor ebből már az egész úgy elindult a folyamat, a lavina, ami megállíthatatlan lesz, mert az adott egyén kapott egy információt, ahogy össze tudta rakni, ahogy megértette, ahogy értelmezte, ő már el fogja mondani a párjának, egy következő családbarátnak is. Hasonlóképpen, mint hogy egy pletyka elindul, amire elér A-ból B pontba, C pontba, majd D pontba, ebből elmarad, ehhez hozzatesznek, ez egy kicsit átalakul, és kialakul egy nagy oltári baromság a végére. De viszont, hogyha ez az adott egyén, akihez eljutott D pontba, ő nem egy hosszú láncon keresztül kapta volna meg ezt az információt, hanem neki is van egy ismerőse, aki direktben informálta volna, akkor valószínű, hogy sokkal pontosabb infót jutott volna rövidebb időn belül. Úgyhogy itt ez nagyon kétértű szerintem. Jó lenne, hogyha a szakemberek az adott témával, az adott évszaknak, az adott évnek a problémájával, a kutatásával kapcsolatos fontos információkat az ők szaknyelvükről lefordítanák a köznyelvre és továbbadnák, de viszont ahogy mondtad, ennek is megvan a kérdésessége, és magában rejt bizonyos veszélyeket, de viszont ahogy felvázoltam, így kialakul egy olyan információ hullám, egy olyan információ áradat és átadás, amihez az emberek hajlamosak vagy tudatosan, vagy a tudatalattiban elcsípni valamit, vagy akár hozzarakni, vagy az információt megmásítani, és akkor mire eljut egy következő emberhez, addigra már egy teljesen hamis, teljesen rossz állítás lesz belőle. Nehéz ezt szerintem megállapítani, hogy mi a jó. Én inkább afele húzok, hogy jó lenne az, hogy, hogy az emberek és a nagy többség az, ami tényleg fontos, az ne csak a médián keresztül értesüljön az adott helyzetről, az adott információról, hanem ezt a szakemberek igenis álljanak ki a nyilvánosság elé, és valamilyen platformon, valamilyen módon hétről hétre, hónapról hónapra, amik fontos dolgok, azokat igenis kommunikálják. És akkor szerintem valamilyen szinten ez az információ áradatnak köszönhető
pletykaszerű valami, ez valamilyen szinten megszűnne vagy eltűnne, mert aki szeretne és tudatosan utána jár az adott információnak, az akkor tudná, hogy itt kell keresem az információt, odalépne, és akkor ott el tudná olvasni, vagy meg tudná hallgatni. Szerintem ez lenne igazából a járhatóbb út. Vagy olyan médiumot választani, ami köztudott, hogy van egy megbízható és hiteles forrás, igen. Menjünk tovább. Felkészülés egy versenyre, ilyen a verseny napját megelőző egy év. Igen. Na, visszatértünk. Testépítés. Nyilván lehetne erről is mesélni reggeltől estig. Ez egy külön adás is lehetne, igen. Van. Viszont azt, amit érdekelhet bárkit, az a része, hogy tényleg, hogy néz ki egy nap, ahogy közeledünk, mi változik. Táplálkozás, alvás, így van. És edzés. Jó. Alapvetően két nagy szakaszra bontom egy versenyre való felkészülést. Tehát ha nekem most jönne egy gondolat, hogy most itt vagyunk novemberben, és én jövő... Mennyi idő kellene? Az én formámból most hogy felkészülni? Igen. Tehát én, hogyha most eldönteném, hogy versenyre akarok készülni, akkor én jövő nyár előtt nem néznék ki magamnak versenyt. Uh-huh. Tehát én úgy június, július, augusztusban versenyeznék leghamarabb, ha most eldönteném, hogy versenyezni szeretnék. De természetesen egy aktív éveiben lévő, aki mondjuk azelőtt is néhány hónappal versenyezett, annak elég lehet 2-3 hónap is. Csak én most ugye 17 óta nem versenyeztem, tehát nekem kellene egy alapozási fázis, egy hosszabb alapozási fázis, majd egy diétás fázis. Tehát maga egy testépítő versenyre való felkészülés ebből a két nagy szakaszból áll. Van egy alapozás, ahol a cél az adott sportrónak, hogy minél nagyobb izomtömeget, minél nagyobb erőt, minél nagyobb izomtömeget építsen fel, ez egy kalória többlettel járó időszak, gyakorlatilag itt vastagodunk meg. Itt jön az izom, itt jön az erő, itt javítunk az arányainkon, ha vannak lemaradt izomcsoportok, ugye, tehát a testépítés az az esztétikumról szól, a szimmetriáról szól, és akkor az előző szezonból, vagy akár a képekből lássuk azt, hogy hát nekem gyengébb a vállam, vagy nekem gyengébb a vádlim, vagy nekem gyengébb a mellem, és akkor azokra az izomcsoportokra tudunk fókuszálni abban a felkészülési ciklusban. Na most az alapozási fázis az erről szól. Itt a táplálkozás is más, az edzés stílus minimálisan, de más. Mit jelent ez? Gyakorlatilag azt jelenti, hogy arra törekszünk, hogy az edzés módszereinknek, illetve a táplálkozási diétánknak köszönhetően többletkalóriát jutatunk be, és a cél az, hogy minél nagyobb izomtömeget szedjünk fel magunkra, az arányainkon javítsunk, tehát a lemaradt izomrészeket próbáljuk meg javítani, esetleg arra többször edzünk egy héten, vagy azt priorizáljuk az adott héten. Lehet, hogy ha nekem mondjuk le van maradva a combom, akkor azt nem rakom be a héten a negyedik, ötödik edzésnek, mert addigra már fáradt leszek, hanem az esetleg azzal indítom a hetet. Tehát, hogy vannak ilyen technikák, amiket alkalmazunk, és akkor többletkalóriában vagyunk, tehát egy pozitív kalória mérleget alakítunk ki, ami lehetővé teszi azt, hogy hízzunk. A cél az, hogy minél nagyobb izomtömeget szedjünk fel, minél kevesebb zsír felhalmozódásával. Nem lehet nulla zsírral fejlődni, tehát hogy mindenki vizesedni fog, és zsír fog jönni rá fel mindenhova, de a cél az, hogy ebből ennek a, mondjuk ha híztunk 10 kilót, akkor ebből a 10 kilóból ne 8 kg zsír és 2 kg izom legyen, hanem próbáljuk meg ezt az arányt megfordítani, és a cél az, hogy minél több legyen belőle az izom, és minél kevesebb legyen belőle a zsír ebből a tömegfelhalmozásból. Amikor ezt elértük, és közeledik a verseny, ez a ciklus, ez lehet nagyon sok idő is. Van, aki 2-3 évig is ezt hívjuk, hát kicsit szakmailag úgy hívjuk, hogy alapozási fázis, vagy tömegnövelés, izomtömegnövelés. Amikor eljön a verseny, közeledik a verseny, akkor jön a diétás fázis, azaz a szákásítás, amikor az a cél, hogy megtartsuk az ott felszedett izomtömeget, vagy annak a nagyon nagy részét, viszont az a zsír, ami feljött a tömegnövelés alatt, azt lepucoljuk magunkról. Na most ez annak függvénye, hogy kinek hány hetet tart, vagy hány hónapot tart, hogy mennyire sikerült jól a tömegnövelés. Ha mondjuk jövő nyáron, júniusban van a verseny, akkor én úgy gondolom, hogy kell egy 10-12-15 hetes diéta, tehát ilyen 2-3, akár 4 hónapos periódus, annak függvényében, hogy egy átlagos versenyző fel tudjon készülni az adott versenyre. De vannak olyan versenyzők is, akiknek elég 5-6 hét.
mert olyan az anyagcseréjük, hogy jóval kevesebb zsírt raktároznak magukon, ezeket hívjuk egy testalkatilag inkább ektomorf testalkatnak, hogy ami feljön rá, annak nehezen tud hízni, de amit hízik, az annak nagy része tényleg izom és minimális a zsírfelhalmozódás. Míg vannak az endomorfok, hát azok meg gyakorlatilag alig jön rájuk izom, és a nagy része zsír. Nekik sokkal nehezebb a dolguk, ők kell kontrollálják, hogy mennyit híznak, mert ha nagyon elengedik a gyeplőt, akkor nagyon meg tudnak hízni, és akkor nagyon nehéz lesz ez a szákásítási fázis, ez a formába hozás. Ugye ebből a két fázisból áll. Miben különbözik az edzés? Az edzésen az a cél a tömegnövelés alkalmával, hogy nagy volumenű edzéseket végzünk, ami azt jelenti, hogy viszonylag próbálunk nagy súlyokkal edzeni, kicsit hosszabb pihenőidőkkel, nagy súlyokat mozgatunk, nagy izomerőt fejtünk ki, de viszont a szériák, a gyakorlatok között hagyunk bőségesen magunknak időt, hogy megpihenjünk, az izom kicsit tudjon regenerálódni, a pulzusszámunk visszajöjjön, és akkor jön a következő gyakorlat. Kevesebb szettet, kevesebb triszettet, kevesebb ilyen összevont gyakorlatot használunk, de ettől függetlenül, mint intenzitásfokozó technika lehet használni, de ez a jellemző. A cél az, hogy itt izmot építsünk, és legyünk jó kondícióban, legyünk erősek, és minimalizáljuk a zsírfelhalmozódást. Edzés technikailag a szákásítási fázisnál egy kicsit ezek változnak. Elkezdődik a kalóriáknak a csökkentése, azaz már nem viszünk be annyi kalóriát, amennyire nekünk az adott naphoz szükség lenne. Tehát egy kalóriadeficit alakul ki, elkezdünk gyengülni. Edzés szempontjából itt az a fontos, hogy meg kellene tartsuk az erőszintünket, amennyire csak lehet, hogy ne gyengüljünk el. Ha el fogunk gyengülni, akkor nagy a valószínűsége annak, hogy az izomtömegünk is veszíteni fog. Gyakorlatilag elkerülhetetlen az, hogy izmot ne veszítsünk egy szákásítási fázisban, viszont itt az a cél, hogy minimalizáljuk az izomveszteséget. Ne az legyen, hogy leadjuk a zsír, de akkor rajtunk izom sem marad, hanem próbáljuk meg minimalizálni az izomveszteséget. Ez pedig megfelelő edzéstechnikával és megfelelő táplálkozással lehet, tehát fontos figyelni a megfelelő fehérjebevitelre, a megfelelő aminósabb bevitelre, és a megfelelő regenerációs fázisra, tehát az alvásra, és akár a napközbeni szundikra vagy egyéb pihenésekre is. Még ugye a tömegnövelési fázis kalória többletet igényel, tehát mondjuk egy átlagos emberrel, egy átlagos testépítő mondjuk 3000-et éget el egy adott napon, de ő 3500-öt visz be, tehát van egy 500 kalóriában, ami többletben van, amiből tud építkezni, izmot tud építeni belőle, hogyha megvolt a megfelelő stimuláció, vagy ha nem, az le fog rakódni neki valamilyen formájában, akár zsírfolyamában. Még a szákásítási fázis a formába hozásnál, pont az történik, hogy ugyanúgy megmarad az a 3000 kalória igényünk, vagy akár ez még nő is, mert itt bejönnek a kardió jellegű edzések, aerobozunk. Ez lehet futás, lehetnek sprintek, lehet intervallum tréning, lehet hegyremászás, lehet nagyon sok minden lehet. Tehát, hogy ez a 3000 kalória megmarad, mert a súlyzós edzés megmarad, de akár ez növekedhet még tovább a kardió és aerob jellegű edzésnek köszönhetően, de nem 3500-at kezdünk el bevinni, hanem csak 2008-at, 2005-öt és egyre kevesebbet. Az igényünk nőne, de viszont a bevitelünk az csökken. És akkor ez a különbözet, ez a kalóriadeficit miatt kezdünk el mi leadni a saját raktárainkból, de viszont pont ez a veszélyes benne, hogy elfogyunk. Hogy nem csak a zsír fog elmenni, hanem az izomból is fogunk veszíteni. Mondom, elkerülni nem lehet. 100%-osan kinullázni azt, hogy ne veszítsünk izmot, az szinte lehetetlen. Viszont minimalizálni megfelelő módszerrel, megfelelő táplálkozással lehet, és ez a cél igazából. És mi van az utolsó héten? Az utolsó hét az illetve talán... Illetve az utolsó napokban, igen, az utolsó, mondanám azt, hogy 10 nap, 2 hét az, ami egy kicsit kritikus szerintem, mert ott ugye az a cél, hogy egy adott versenyzőnek minél vékonyabb legyen, tehát papírvékony legyen a bőre, hogy gyakorlatilag rászáradjon az adott izomra. Ez csak akkor fog tudni megtörténni, hogyha ez a bőr vékony, tehát a bőr és az izom közti zsírréteg az nagyon-nagyon minimális. Tehát egy olyan sportoló dehidratálhatja magát, akinek nem sikerült jól a diéta, és nem sikerült a bőrét elvékonyítani és a zsírréteget leadni, az ihatja a vizet, meg nem ihatja a igaz vizet, az akkor sem fog jól kinézni a színpadon. Tehát a cél az, hogy az utolsó fázisnak csak akkor van értelme, hogyha az ezelőtt megelőző fázisok jól sikerültek. Átlagosan az utolsó hétben, a verseny előtti héten kezdődik el a dehidratációs állapot, ami igazából egyszer hidratációval kezdődik, tehát pontosan azt szokták csinálni, hogy nagyon jelentősen megemelik a vízfogyasztást az első 1-2-3-4 napban,
amikor is a szervezet hozzászokik ehhez a hatalmas nagy mennyiségű vízhez, beáramló vízhez, és gyakorlatilag folyamatosan vécére jársz tőle. Tehát itt mondok példákat, én ittam meg 14 liter vizet is egy nap. Ezt így szépen felvezettem, tehát mondjuk egy általában, ha szombaton volt a verseny, akkor mondjuk hétfőn megittam mondjuk. Átlagos vízfogyasztásom volt mondjuk 5 liter, hétfőn már ittam, ez ugye a verseny előtti fázisokban mondjuk ittam 5 litret, aztán hétfőn elkezdtem inni 7-et, kedden megittam mondjuk 9-et, és akkor szerdán volt a csúcs, és akkor azt mondtam, hogy amennyi megy. Tehát amikor már hány ingered van a víztől, akkor na az, akkor vagy a csúcson. És akkor mikor ilyen 12-14 litret megiszol, akkor a napodnak a nagy részét a WC-n töltöd, és utána meg hirtelen elveszed. Tehát szerdán még megittam mondjuk 12-14 litret, és akkor egyszer csak így csütörtökre 2 liter. És akkor ez így valamilyen szinten hozzaszoksz ez a hirtelen szervezetet, hogy 5 literek után 7 liter, 9 liter, 10-valamennyi liter, és folyamatosan üríted, folyamatosan dolgoznak a vesék és a kiválasztókészülék, és folyamatosan pisilsz, és ez gyakorlatilag megmarad a másik napra is, meg a pénteki napra is, csak akkor már nem fog jönni a 10-valamennyi liter víz, hanem csak mondjuk másfél-kettő. Emellett vannak azok, hogy használunk, tehát itt jön az, hogy használunk diuretikus hatású növényeket, vízhajtó növényeket, zöldteát például, csalánlevélteákat, de léteznek vízhajtó növényi készítmények is, és azok a sportolók, akik nem a Naturán szövetségeken belül versenyeznek, ők meg gyakorlatilag gyógyszereket használnak, vízhajtó hatású gyógyszereket is, borzasztó nagy veszélyeket rejt magába, tehát talán, hogyha ki kellene emelni az egész testépítésnek a legnagyobb veszélyét, akár a Naturán testépítésnek, akár a másik oldalnak, a sötét oldalnak a veszélyeit, akkor ez a dehidratáció, ez amilyen veszélyeket rejt magában, ez talán a legkritikusabb része. A vízzel nem csak vízet veszítünk, hanem elektrolitokat is veszítünk, és maga a dehidratált sejtek, a dehidratált szövetek azok borzasztóan könnyen tudnak károsodni, úgyhogy ez egy olyan állapot, amit minél kevesebbszer kell megcsinálni, és tényleg csak azokra a versenyekre, akkor érdemes ezek, mert ez egy olyan szélsőséges állapot, ami mondhatni egy káros. Két rövid kérdés. Az egyik, hogy a normális élet akkor csak a maga színpadon lejárt verseny után kezdődik, gondolom, vagy azt megelőző órákban nincsen már ilyen, hogy jó, akkor már nekifoghatok enni, vagy inni? Mondhatnám azt, hogy két tábor van. Azért, mert van az a tábor, aki egészen a versenyig csak tisztán csinálja az egészet, nem eszik semmit, nem eszik félre semmit, nem tölt semmi rosszal, mert hogy a verseny előző napokban, ahogy ürítsük a vizet, úgy elindul egy szénhidrát töltés. Tehát kürítsük először a glikogénraktárokat, alapból nagyon kevés van bennünk, mert hát hogy a diéta miatt, a folyamatos kalóriadeficit miatt folyamatosan csipegetünk el abból az egész kevés szénhidrátból egyre jobban, és akkor van egy ilyen szénhidrát ürítés, és az verseny előtti egy-két napban, ez most izomtömeg függő, elindul a szénhidrát töltés. És akkor itt vannak azok a versenyzők, akik tisztán töltenek, úgymond, tehát minőségi szénhidrátokkal, mondjuk rizssel, burgonyából, édesburgonyából, aszalgyümölcsökkel, ilyenekkel végzik a szénhidrátnak a betöltését, és vannak azok, akik alig várják, hogy ez a pillanat eljön, és akkor pizza szeletek, hot dog, stb. Mindkét táborból vannak jó versenyzők, vannak nagyon jó versenyzők is. Ez nagyon érdekes, mert ezen a héten még történik egy nátrium megvonás is a szervezetből. Azt tudni kell, hogy a nátriumnak van víz visszatartó hatása, és emiatt, hogy mi ilyen nagy mennyiségű vizet iszunk, hogy az ne ragadjon bent, úgymond, a szervezetünkben, és majd ahogy elkezdjük ezt a vizet csökkenteni, ez távozon is belőlünk, emiatt megvonjuk mi a nátriumban gazdag élelmiszereknek a fogyasztását. Tehát gyakorlatilag mit jelent ez? Nem fűszerezünk, nem sózunk, nátriumklorid ugye a só, nem sózunk semmit, az ételeink teljesen íztelen, bűztelen, szaktalan minden, tehát gyakorlatilag semminek nincsen se íze, se bűze, plusz még a vizet is megnézzük, hogy mit iszunk. Tehát, hogy mit veszünk, olyan vizet veszünk, ami nátrium szegény. Ezt amúgy, akinek magas vérnyomásos problémája, ilyen emberek, ilyen idősebb emberek szokták ismerni ezeket a vizeket, mert ők is ilyen nátrium szegény étrenden vannak, és nátrium szegény vizet szoktak fogyasztani. Hogy olyan vizet keresünk, ahol megnézzük, hogy 100 ml-ben mennyi a nátrium tartalom, és akkor megnézzük 8-10-15 féle vizet, és akkor amelyikben a legkevesebb a nátrium, akkor azt válasszuk. Na most ez miért mond ellent a két tábor egymásnak, aki tisztán tölt, meg aki nevezzük csúnyán, így, de így szoktuk mi nevezni, és szeméttel tölt, tehát pizza, hot dog,
mindenféle ilyen junk food, meg hasonló dolgok. Hát azért, mert egy pizza, az tele lesz sajttal, felvágottal, az sós lesz. És akkor ebben nagy a veszély az, hogy ha elkezdi egy-két nappal a verseny előtt a töltést, akkor ettől ő bevizesedhet, és gyakorlatilag el tudja rontani az egész formáját. Úgyhogy igazából ez veszélyeket rejt, de nagyon érdekes az is, hogy a testépítésben ez nagyon sokszor elő szokott fordulni, hogy a verseny másnapján jobb vagy, mint a versenyen. És megint erre sok magyarázat lehet, de az egyik magyarázat pont a nátrium lesz amúgy. A másik magyarázat meg az, hogy ebben a nagyon-nagyon dehidratált állapotban, amiben vagyunk, aminek az a célja, hogy a bőr nagyon kivékonyodjon, pengeéles legyen és rátapadjon az izomra, nagyon elvékonyodsz egy picit. A sejtek, ahogy dehidratálódnak, ugye összehúzódnak, vékonykábbnak tűnsz, nem vagy olyan kerek, nem vagy olyan feszes, és másnapra, amikor eszel egy keveset, amit kíván az agyod tegyen, hát a sós dolgokat fogod nagyon kívánni, hogyha azelőtt megvontad, tehát mindenképpen olyan valamit kívánsz, nem egy párolt, vízben párolt halat fogsz kívánni, amit azelőtt tettél hetekig, vagy egy natur főtt csirke mellett, hanem valami olyan, aminek íze van, és főleg inkább sós legyen. Tehát az ilyen junk foodok ilyenkor nagyon, nagyon népszerűek szoktak lenni. KFC, vagy Mackey, vagy bármi, ami jó sós, azt nagyon szokták szeretni, és érdekességképpen nagyon sokszor előfordul ez a testépítés világában, hogy a verseny másnapján jobb az egyén, mint maga, ahogy a versenyen nézett ki. Kerekebb, feszesebb, eresebb, jobban néz ki. És akkor a magyarázat ez lehet. Az egyik az, hogy elkezdte visszahidratálni magát. Tehát gyakorlatilag mondhatni azt, hogy a szénhidrát töltés későre sikerült. Nem a versenyre lett kész egy picivel, másnapra. Ennek köze lehet a nátriumnal is, tehát a sóhoz, és köze lehet a vízhez is. És akkor ezzel kapcsolatosan különböző testépítő fitness guruk elkezdték már azokat a módszereket is, hogy van, aki tudatosan tölt így. Tehát ő kibírnám azt az utolsó egy napot, hogy ne egyen még félre, ne egyen minőségtelen kaját, de nem, a kész akarva, akarattal elkezd sóval is tölteni, és kész akarval iszik egy kis vizet is, várva azt a csodát, vagy azt az eredményt, amit azelőtt ő csak verseny másnapjára tudott produkálni, és próbálja odaidőzíteni a versenyre. Ez vagy sikerül, vagy nem. Tehát, hogy itt az az érdekes amúgy, hogy ami az egyikünknek működik, az a másiknak nem. Az én emésztőrendszerem más. Alapjáraton az a baj, hogy még hogyha az egyik versenyszezonban tudom, hogy nekem ez így jött ki, és így működött, nem biztos, hogy egy év eltelik, és ugyanarra fogok jól reagálni, még én sem. Mert az emésztőrendszer is dehidratált, az emésztő enzimenkjeink, az emésztésünk is tropára van olyankor már menve, nem biztos, hogy ugyanazokra az élelmiszerekre, ugyanarra a vízmennyiségre, ugyanarra a sómennyiségre ugyanúgy fogok reagálni, mint mondjuk egy vagy két évvel ezelőtt. Ez egy folyamatos önkutatás, és egy folyamatos a testünknek a minél jobban való ismerését igényli ez a sport. Uh-huh. Jó, menjünk még egyet tovább. Mik azok az alapok, amire egy ember oda kellene figyeljen 24 órában? Uh-huh. Vegyünk egy átlagos... Egy átlagos ember, átlagos egészség ember. Megőrzés céljából. Mire kellene figyelni? Tényleg csak ilyen nagyon hát vonalkaszerűen, hogy tényleg mik azok. És itt direkt írtam a 24 órát, nem csak a reggeltől estiget. Jó. Én most azt mondom, amit most jelenleg gondolok. És szerintem, hogyha most valamit elmondok, és ez a felvétel meg lesz még 10 év múlva, vagy 20 év múlva is, akkor nem biztos, hogy ugyanezt fogom gondolni, mint amit most gondolok, mert azóta fejlődhetek én is. Jelenhetnek meg új tanulmányok, új kutatások, tanulhatok új dolgokat. Most én úgy abból az egészből indulok ki, hogy mi a legfontosabb ahhoz, hogy életben legyünk, és jól tudjunk élni. Tehát az első és a legfontosabb ugye az oxigén. És ezzel összefüggésbe hozható a légzés. Tehát szerintem, amire nagyon-nagyon kellene figyelni elsősoron, az az, hogy tudjunk lélegezni jól. És ez azt jelenti, hogy amire van az orrunk, arra használjuk, és amire van a szánk, azt arra használjuk. Tehát lélegezzünk az orrunkon ki és be a hétköznapi életben, és sport alatt is, amennyire ez lehetséges, és bírjuk a kapacitást. Nagyon sok ember túllégzi magát. Hiperventilációban küzd, eznek különböző okai lehetnek. Nagyon röviden megemlítem, hogy az egyik oka az lehet pontosan, hogy túllégzi, mondjuk éjjel magát, horkol, kinyílik a szája,
Ennek következtében az orrjáratok elkezdenek szűkülni, mert azt a parancsot kapják, azt úgy érzékeli a szervezet, hogy túl sok oxigénhez jut. De az nem tudja, hogy nem az órán keresztül veszi ezt a hatalmas nagy mennyiségű levegőt, hanem a száján keresztül, ezáltal az orrjáratokat még jobban szűkíti. És akkor ebből az összeszűkült orrjáratokból, szájlégzőből visszaszokni orrlégzésre, az borzasztóan nehéz, mert folyamatosan egy ilyen fulladásos érzése lesz az elejének, hogy az órán keresztül nem kap kellő mennyiségű levegőt. Én tudatosan szoktam javasolni sportolóknak is, hogy amíg bírják, addig csukják be a szájukat, és lélegezzenek az orrukon ki is, és be is. És érdekes, hogy az idéni atlétikai VB-n, hogyha megfigyeled, egy pár futót, vagy egy pár olyant, aki tényleg, ahol ráközelítettek kamerával, és jó eredményt értek el, akkor így csukott szájjal fussa le a távot. Tehát, hogy ez is közrejátszhat abban, hogy valaki jó lesz, vagy valaki nagyon jó lesz a sportjában, de viszont egészség szempontjából is borzasztóan fontos, nappal is, és éjjel is egyaránt, mert azt tudjuk, hogy nagyon könnyen elmozdulhat, eldeformálódhat a száj, az állkapocsizület, akkor, hogyha a nyelvünk leesik a szájpadlásról, és nincsen csukva éjjel a szánk. Tehát ezt is megfigyelték például ikertestvéreken, hogy azoknál két ikertestvért figyeltek, és azoknál az egyéneknél az egyik nyitott szájjal aludt, a másik úgy csukott szájjal, sokkal szebb lett a feje, a fej formája annak az egyénnek, aki csukott szájjal aludt, nem okozott neki majd ilyen hiperventilációs tüneteket, jobb az oxigén szaturációja, vagy az oxigén ellátottsága ezeknek az egyéneknek, ami azzal magyarázható, hogy amikor az orrukon keresztül vesszük a levegőt, akkor a rekeszizom sokkal aktívabb, ezáltal a levegő mennyiséget a tüdőnk jobb, mélyebb rétegeiben képesek vagyunk lepréselni. Amikor a szánkon vesszük a levegőt, akkor nagy mennyiségű levegő, nagy mennyiségű oxigén jut be, de nem tudjuk ezt olyan mélyen, a rekeszizom nem aktiválódik, nem tudjuk a tüdő mély rétegeibe lenyomni. És miért fontos az, hogy ez a levegő lejusson a tüdő aljába? Hát azért, mert a gravitáció itt is dolgozik, és a léghullyagocskáknak a száma a tüdő alsó felében sokkal több. Tehát ha csak felületesen veszünk levegőt és csak beszívjuk, tüdőnk felét töltsük meg, hiába, hogy nagy mennyiséget tudunk venni a szánkon keresztül, nem jut le mélyre. Viszont ha az orrunkon keresztül lélegzünk, és a rekeszizom aktív, akkor képesek leszünk lepréselni a tüdő alsó rétegeibe is, ahol a gravitációnak köszönhetően sokkal több a léghullyagocska, tehát az a levegő mennyiség tényleg jobban tud hasznosulni. Úgyhogy elsőleges dolog mindenképpen az, hogy az ember kezdjen el figyelni a légzésére. A másik, víz. Ez ugye ez a következő, ami nélkül az életünket el tudjuk rontani, vagy bele tudunk halni. Megfelelő hidratáció. Tehát szerintem olyan helyen élünk, ahol viszonylag könnyen hozzájutunk vízhez, viszonylag minőségi vízhez tudunk hozzájutni, úgyhogy csak annyi kell, ki kell alakítsuk a szokásainkat és a napi rutinunkat. Én azt szoktam mondani, hogy egy embernek 2-3 hét kell, hogy meg tudja változtatni az ő szokásait, és valami rutinná alakulja. Mennyit kell igyon egy ember, egy átlagos ember? Na ez igen, ez egy jó kérdés és érdekes kérdés, mert ugye azt szokták mondani, hogy 2 liter környéke kinek? 50 kilós Piroskának, vagy 120 kilós Istvánnak, ugye? Uh-huh. Az egyik irodában ül 20 fokon, másik a tűzünapon dolgozik. Van erre valami képlet, hogy ezt ki lehessen számolni? Átlagosan, aki fizikai munkát is végez, azoknak a testük 5%-át, azaz 100 kilónként 5 liter. Ez úgy javasolt mennyiség, ezt így mindenki hármas szabállyal az ő testsúlyának arányosan ki tudja számítani, de környezeti tényezők, fizikai aktivitás, ez befolyásolhatja. A 4-5% az egy nagyon jó kiindulási érték, tehát egy 100 kilós embernek 4-5 liter. Ha most hidegebb időszak van, vagy egy optimális körülmények között 20 Celsius fokos szobában egy számítógép előtt üldögél, akkor elég lesz a 4 liter is. De hogyha ugyanaz a 100 kilós ember kimegy a napra a 35 fokba nyáron kemény fizikai munkát, köműves munkát végezni, akkor a had se lesz valószínűleg elég. Tehát ezek mind befolyásoló tényezők, de átlagosan egy kiindulási alapnak a testünk 4-5%-a literben az megfelelő. Tehát egy 100 kilósnak 4-5 liter, és akkor ebből mindenki tudja kimatekezni, hogy az ő testsúlya szerint körülbelül mennyi az a napi dózisú vízmennyiség, amit érdemes lenne pótolni.
nem egyszerre, nem az van, hogy egész nap nem iszunk, és akkor még ennyi hiányzik, akkor hazamentem, és akkor még próbálok másfél étet meginni, szépen folyamatosan elosztva a nap folyamán. Mi a következő még a... A következő az a táplálkozás lesz. Uh-huh. Ezt csak részletesen fogom érinteni. Szerintem a legfontosabb az, hogy együnk, jó legyünk, és ha az evés szót, azt cseréljük le arra, hogy táplálkozunk. És ez lesz igazából a kulcs, hogy próbáljuk meg magunkat minőségi táplálékhoz juttatni. Egyetlen egy kiemelkedő gondolat lesz itt a táplálkozással kapcsolatosan az, hogy ne essünk a modern ember hibájába, ami azt jelenti, hogy egész nap eszik. Tehát eszik reggel, utána nassol a munkahelyén, akkor utána egy órára rá 10 óra izik. Tehát folyamatosan jönnek a beáramló kalóriák, ha nem szilárd táplálékból, ha nem egy mogyoróból, ha nem egy zabszeletből, ha nem egy bármiből, akkor folyadékformájában a narancslé, vagy a tej, vagy a teljes kávé, de nincsenek meg azok a szakaszok, amikor ő üres. Tehát, hogy nulla kalória jön be. Natúr víz, natúr tea, natúr kávé. Legyenek meg ezek a szakaszok, hogy beviszünk kalóriát, majd 2-3-4 órán keresztül nem viszünk be semmit. Megint beviszünk kalóriát, majd 2-3 órán keresztül nem viszünk be semmit. Ez az egyik jó tanácsom táplálkozás téren. A másik pedig az, hogy legyen egy hosszabb periódus is. Tehát legyen egy olyan, amikor az éjszakát is beleértve, mondjuk egy 12, 14, akár 16 órán keresztül nem juttatunk tápanyaghoz a szervezetünket. Ez eleinte lehet, hogy valakinek drasztikusnak tűnik, de egy átlagember számára a 16 óra lenne az ideális. Ami azt jelenti, hogy mondjuk egy olyan időablakot nevezzünk ki étkezési fázisnak, ami mondjuk reggel 10-től este 6-ig tart. Ez 8 óra, ebben a 8 órában eszünk, ebben lehet 3 bőséges étkezés, mondjuk 10 óra, délután 2 óra, este 6 óra. Ez azt is jelenti, hogy este 6 után, másnap reggel 10-ig nincsen tápanyagbevitel. Kávé, tea, igen. Kávé, tea és víz, ennyi. De hogy ne legyen kalória. Tehát a kávét sem mézzel, vagy a teát sem mézzel, mert az már kalória lesz. Tehát üres kávé, üres tea, víz. 10-től megindul az ablak, akkor viszont ne az legyen, hogy akkor 10-től este 6-ig eszünk egyfolytában, hanem 10-kor lakjunk jól, fejezzük be, amit ott akarunk enni az adott étkezésen, 2-ig ne együnk semmit. Ígyunk vizet, ígyunk natúrteát, ígyunk natúrkávét. Kettőkor megint egy étkezés, az legyen megint teljes értékű, legyen, lakjunk jól, hogy a következő 4 órát délután 6-ig megint bírjuk ki. És ne legyen az, hogy valaki szokta mondani, hogy hát én csak egyszer eszek egy nap, vagy kétszer. Nem, te egész nap eszel. Reggel neki fogsz, este fejezed be. Folyamatosan valamit matad, folyamatosan valamit berak a szájába, és oké, hogy kevés, de a nap végére összegyűl. Táplálkozás téren ez, és akkor az utolsó gondolatom így a napi 24 órában, az pedig a átlagos ember számára ajánlott 8 óra alvás lesz. És ne csak arra törekedjünk, hogy aludjunk X időt, hanem az az X időben, az ágyban eltöltött idő az legyen minőségi. Ehhez pedig különböző feltételek kellenek. Ez kicsit kényes téma, de néhány szóban egyrészt kell sötétség. Tehát sötétítsük le a szobát úgy, amennyire tudjuk, mert nagyon fontos hormonális szempontból. Kapcsoljunk ki minden környezeti fényt, tehát televízió fényét, mindenfélét, ha lehet, akkor ne is legyen a szobánkban, kapcsoljuk ki a routert, a wifi-t, az ilyesmit, vagy akár vigyük is ki a szobánkból, ne legyen ott. Ez az egyik, a sötétség. A másik a hőmérséklet. Tehát elemzések azt mutatják, hogy a 18 fok aludni sokkal jobb, mint a 24 fok. Tehát hidegben, sokkal jobban, sokkal mélyebben, sokkal pihentetőbben tudunk aludni. Nem túl hidegről beszélek, 18 fokos szobahőmérséklet lenne körülbelül ideális az alváshoz. A harmadik pedig az, hogy az alvást nem csak az adott alvásigényei környezet fogja jóvá tenni, hanem az előtte levő napunk is, tehát azaz az alvásra már akkor kell készüljünk, amikor felkeltünk. Tehát ha én ma reggel felkeltem, akkor én már a mai reggelemmel be fogom tudni folyásolni, ami este fog történni az ágyban velem. Tehát például vannak ilyen cselek, hogy érdemes a rögtön ébredés után egyből kimenni a természetbe. Vagy ha nem, nincs lehetőségünk, kimenni az ablak mellé, kinyitani azt, és abban a természeti fényben eltölteni néhány percet. A hideg is jót tesz, ami most kint van, és egy kicsit megcsapja az embert, enyhe didergésig, néhány perc az egész, de az a fény, az kiemelkedően fontos a mi melatonin termelésünk szempontjából. Ha valaki egy irodában, egy belső épületben dolgozik, akkor a nap folyamán 2-3-szor szakítsa meg a munkáját, és menjen ki a szabadba.
Ne csak az egyik szobából átmenjen a másikba, menjen le az udvarra, menjen ki egy kicsit a szabadba, és ha erre nincs lehetőség, akkor ugyanaz, amit mondtam, menjen az ablak mellé, nyitsa azt ki, és néhány percet töltsön el. A fény az teljesen jó hatása lesz a mi esti melatonin termelésünkre. És akkor az estéhez értünk, amikor szintén el tudjuk rontani még az alvásunkat a mesterséges fényekkel, a ledekkel, a telefon kijelzőivel, a televízió kijelzőivel, a tablet, laptop kijelzőivel, a mesterséges kékzöld fények, ezek a melatonin termelésünket redukálni, vissza fogják fogni. Úgyhogy ezeket a készülékeket javasolt másfél-két órával elalvás előtt kikapcsolni, inkább sötétben lenni, vagy régi izzó fényeket használni. Most nem mondom, hogy petróleum lámpa milyen jó lenne, de az ilyenek lennének igazából az ideálisak, és akkor tudunk 8 órát nem az ágyban eltölteni, hanem 8 óra minőségi alvást. Úgyhogy légzés, hidratáció, táplálkozás és táplálkozási ablak, illetve az alvás. Ezt a négyet emelném ki ebből a 24 órából. Illetve amiről az egész végig beszélgettünk, hogy legyen valami sport benne. Így van, így van. Jó, van egy utolsó boríték, igazából egy olyan téma lesz benne, amit már eléggé körbejártunk. Üzlet és a mellétett szolgáltatás. Egy megvásárolt termék mellé jár a kikérdezés és a magyarázat. Hát igen, igen, én ennek vagyok a híve, és pont úgy próbáltam meg felépíteni az egész vállalkozásomat, hogy ne csak ott legyen, hogy ezt a kezedbe adom, és tessék, bejöttél érte, hanem kérdezzem egy kicsit ki az adott egyént, mit szeretne, mit is szeretne, milyen céljai vannak, miért akarja ott hagyni nálam az adott pénzét, és igen, ez egy szolgáltatás is a kereskedelmen kívül, hogy az adott egyént minél jobban útbaigazítani, minél jobban támogatni az ő adott útján. Én elmondom őszintén, hogy én nagyon szeretek sportolókkal, és főleg élsportolókkal, akik tényleg versenyzési céllal foglalkozni, de ami hozzám sokkal közelebb áll, az a betegek. Tehát akik különböző bejönnek, és akkor olyan, hogy ilyen problémám van, hozza a vérképét, megnézzük, kielemezzük, ajánlok neki valamit, és azt mondom, hogy ezt használjad, próbáld meg 3 hónap, 4 hónap, stb., és akkor újabb labor. És akkor visszajön, és megnézzük, hogy mik a javultak, mik nem javultak. És ez egyrészt aki beteg, aki érzi magán a javulást, az nagyon-nagyon hálás tud lenni, nagyon-nagyon, és nagyon jó érzés az ilyen emberen segíteni, akár csak egy vérszegénység legyen, hogyha tudunk az ő állapotán javítani, az ő életminőségét jobbá tenni, akkor az számára is egy nagy öröm, és számomra is egy nagy öröm, úgyhogy ez a része áll igazából hozzám közelebb. Tehát, hogyha így a Fit and Healthy-ből kellene kiemelni valamit, akkor a Healthy rész az kicsit közelebb áll hozzám, mint maga a Fit rész, de ettől függetlenül bárkit, átlagembert, átlagsportolót, élsportolót, mindenkit szívesen kiszolgálunk, és szívesen szóba állunk, hogy a legjobb tudásunk szerint tudjuk ne csak a terméket eladni neki, hanem a termék mellé szolgáltatást is adni. Ennyi fért ebben most bele, de köszi szépen, hogy ennyi időben ennyi sok fontos infót elmondtál. Szerintem még fogjuk folytatni. Köszi szépen. Én is köszönöm. Köszönjük szépen a nézőinknek és hallgatóinknak, és ne feledjétek főleg ezeket az utolsó szabályokat. Ivás, evés, alvás, sport. Talán ezek a legfontosabbak. Viszontlátás. Köszönöm. Én is köszönöm. A legjobb visszajelzés számunkra az, ha feliratkozol a csatornáinkra, ezzel is jelezd be felénk, hogy van értelme a folytatásnak. Ha számodra is inspiráló volt ez a történet, iratkozz fel a Csak Abba YouTube, Spotify és Facebook csatornáira, hogy ne maradj le egyetlen műsorról sem.